Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Meggyógyultál? Nem. Nem. Ne idegelj. Meggyógyultam, és aztán most visszaestem, teljesen agybeteg. Kezd egy kicsit uncsi lenni már. Hú, annál nincs is rosszabb, pedig mikor már azt hiszed, hogy kilábaltál belőle, elkezdesz virgonckodni, és aztán megint vissza. Ez valami új játékos, mert egy hétig jó voltam, tehát nem csak így ilyen állkilábalás volt, hanem meggyógyultam, csak most megint elkaptam valami szart. A legrosszabb az egészben, hogy szét van menve röpityára a garatom, és így elmentek a likvideknek a jó ízei. Szörnyű. Én azt hittem, azt mondod, hogy elment a TH. Figyelj, Krisztián, most kell szívni mindent, ami szar. Most szívjál el mindent, ami szar. Az. Így szar likvidet. Vagy igen, most próbáld meg újra keverni azt a likvidedet, amit nem írtál föl. Nem, hát akkor jobbulást. Köszönöm szépen. Próbálkoztál esetleg valamilyen légútisztító? Hát ebbe a körben nem. Légúttisztító likvid, tehát kifejezetten el likvid? Hát küldök neked, jó? Van neked légúttisztító likvided? Ne szórakozz már velem. Hát várjál, mi volt az a vigvaporúb, tudod, amit a mellkasára kell az ember? Na ő ezt megcsinálta likvidbe. A mellemre is, mami! No, hát az megköszön. Küldök neked, kíváncsi vagyok, hogy használni fogja. Nekem meg valami nyugtató tea kéne, mert az, amit az utolsó héten én átéltem itt az adatmentés címszó alatt, azt fú, senkinek nem kívántam, halljátok. Pedig azt sem mondhatjuk, hogy gumi nélkül voltál. Nem úgy, mert ugye én az összes adást, videót, meg úgy egyébként az életemet a NAS-ra archiválom, és ez, hogy három lemezből kettő egyszerre hibásodjon meg, ergo egy rédőt tömb omoljon össze. Ugyanaz volt a gyártó, ugyanaz a modell. Ugyanaz a gyártó, ugyanaz a modell, de arra figyeltem, hogy a széria különböző legyen. Tehát nem egy alomból származtak, de... És mégis. De feladták a harcot, úgyhogy hú, hát egy jó három nap volt, mire ki tudtam egyáltalán egy olyan állapotot hozni belőle, hogy a háromból kettő diszk működjön, tehát vissza tudjak állítani egy ilyen kvázi rédöt, tömböt. Úgyhogy gyorsan lementettem az adatokat, és most küldöm ki a szapportnak, hogy garanciális még, úgyhogy cseréljétek, és várom, hogy a másik két lemez is beadja még novemberig a kulcsot, hogy akkor azt is cseréljem. Most azt nem tudom, hogy ilyenkor újra fog pörögni nekem az X év garancia? Vajon? Hát én úgy tudom, hogy nem. Ez nem Magyarország? Zárója bezárva? Akkor nem tudom. Akkor nem tudom. Mert hogy itt hála Istennek, ugye a VD-nek az oldalán van egy ilyen warranty check, beírod a szériaszámot és kidobja, hogy mennyi idő van hátra még. Tehát én úgy gondolnám, hogy ha ő küld nekem egy újat, és ahhoz egy új szériaszám jár, akkor na mindegy, hát ki fog derülni rögtön. Derül. De itt a remek alkalom, Charlie, hogy kiír mindent kisflopira. Persze, vagy ötnegyedes. Fordul, ráfér az egész egyébként, tehát azzal nincsen probléma. Azt hiszed, hogy viccesz. Gondolkoztam nagyon rajta egyébként, de most már akkor... Szalagos mentés. Ahogy mondod. Havonta egyszer szalagos mentés, csak iszonyat drága. Tehát a benti gépekben, a szerverteremben van, amit szalagra mentünk. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy én az egészet innen AirSync-kel beküldöm, és akkor havonta egyszer lementem, és tényleg, ha borul a bili, akkor legalább ennyi maradjon. Mindegy, jó ezen nosztalgiázni, tudod, hogy szalag, meg mágnes szalag, meg olyan... Kártya! Igen, fölfogadok egy embert, és minden hónapban elcsesz az életéből mondjuk egy hetet, hogy lyukkártyára kiírogassa az új cuccaimat. Vesz az ingatlanukat megállás nélkül. Igen. Örülnének a szomszédok a zajterhelésnek. Azért abban belebolondulna, mire mondjuk csak egy podcastet kilukasztanak.
Hú, nekünk a szomszédunkban ezt csinálta a szomszédasszony. Kártyákat készített, és mikor a gép elindult, fú, ez reggel 9 óra 50-kor kávét leborította, és hallotta, hogy fölpörög a gép, akkor itt most meló lesz, és ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kemény De volt. szerintem ez már sanszos, hogy egy ilyen videónál, de még már talán a sima audiónál is nem elég a lyukkártya írónak a sávszélessége, hogy megfelelő tempóban. Tuti biztos, hogy lassabban írja, mint ahogy ő Real írja. time-ban biztos, hogy nem. Persze, persze, hát azt utána adnám neki oda, hogy kódold át, és akkor lyukazd. Igen, itt a következő 2 órás adás, a jövő heti elfoglaltságod meg. Tényleg az is lehet, hogy akkor offline-ba így adjuk ki. Lyukkártyán, és akkor mindenki kap egy ilyen 20-25 kilós csomagot MPL-lel. Vagy diszk magazin, emlékeztek a diszk Atya magazinokra. úristen, persze, meg a mi volt az, Pecsában voltak ezek a cserebere bőrzék, tudod, flopin cseréltünk játékokat, vagy kazettán, kinek milyen volt. És ugye legendás idők, azt hiszem, mi volt az, Krisztián, a 3 gram program volt benne. Tehát az nálatok így árulták a újságnak a kokain. Közepe ilyen kivehető melléklet volt, azt hiszem, hogy 6 hasáb, és akkor ott voltak ilyen basic programok, amiket be lehetett Ja persze, tenni. hogy be kellett pötyögni külön neked Bizony. kézzel. Óriási volt, és Volt. aztán kereshetted, hogy hol van a bug. Várjál, mert egy idő után raktak, volt egy ilyen pici kód, amit be kellett írni a gépbe, és akkor ilyen checksumok voltak minden sor végén. Tehát, hogyha jó gépelted be a sort, csak ránéztél a végén a checksumra, és akkor láttad, hogy oké, okay, minden. Fú, de régi A hőskor. Hőskor után viszont akkor kezdjük meg a heti adásunkat. Induljon a Fú, akkor kezdjük a legszomorúbbal. Hát, már ahogy most be van számozva? Nem. Rögtön az elején akkor ellentmondásba keveredünk. Melyiket ja. szeretnéd? Szólhatok nem volna szeretném. A számozásnál is, de igen. akkor persze... Nem szeretném, de ugye azt beszéltük, hogy foglalkozunk Leonard Nimoy-ja. Ja, már hogy Leonard Nimoy. Igen. Aki, igen, előkere helyre lépett a 11-ről, akkor fölraktuk az első helyre. Leonard Nimoy sajnos a héten meghalt. Egyébként annyit kell róla tudni. Nem a héten, a múlt héten. Hát úgy mondom, én adáshetekben gondolkozom. Ja. A múlt héten, hogy ő volt az eredeti Star Trek sorozatnak a Spock kapitánya. Rezzenéstelen arc, hegyes fül, és kötelekből voltak az idegei. Egyébként csak úgy kapcsolódik a témához, hogy Fifika is például Star Trek rajongó. A karaktere már az embernek, a színésznek nekem is szimpatikus volt nagyon. És annyit érdemes még róla tudni, hogy bizony 30 éve leszokott a dohányzásról, és milyen érdekes, COPD-ben halt meg. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezzel is erősítheti azt, hogy hát igen, sajnos a másik fele az az, hogy soha nem tudhatod, hogy látod 30 éve abba hagyta, és mégis egy tüdőbetegség vitte el, de soha nem lehet késő azt mondani, hogy most abba hagyod. Egyébként, aki nem tudná, hogy mi a COPD, az egy krónikus légúti szűkülettel járó betegség. Az angol rövidítés egyébként ez a, hogy mondják ezt, nem mozaik szó. Rövidítés. Rövidítés csak. Rövidítés, igen. Simán. Egyébként ez egy megelőzhető és kezelhető betegség, viszont azt tudni kell, hogy ez visszafordíthatatlan hörgő szűkületet jelent, tehát nem olyan, mint például a dohányzásnak egyéb hatásai, hogy abba hagyom a dohányzást, és akkor biztos, hogy egy idő után jobb lesz.
Hát hiába kezelhető, azért az öreg Nimoy nem volt már egy fiatal partizán, tehát abban a korban azért már minden halmozottan durvább. Persze, 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 igen. Sajnálatos. Viszont egyrészt ugye a kultúra rovatba is őt tettük áttételesen be, de akkor most eszembe jutott, hogy a videó rovatba pedig bekeresem azt az autóreklámot, amit az alternatív karakterével együtt csinálta. Azt is néztem, az Audi reklámra gondolsz? Igen, igen, igen. Az milyen zseniális, mikor kiszállnak a golfklubnál, én értem ide előbb. Ne legyél a bajom biztos, hogy megfogja a vállát, és tudod, a szokásos karakterével így egy fogás, hogy buf, összerogy, bemennek, és mikor jönnek ki, akkor megáll a faszi az Audiával, ami tele van kamerákkal, meg hát önműködően jár, ilyen, kell, és akkor neki nem jön oda senki, hogy elvigye a kocsiját, csak kiszáll belőle, becsukja az ajtót, elmegy, és ők meg ketten így néznek, hogy hát ez nem igaz. Egyébként, Krisztián, azt a Big Bang Theory részt, azt nézted, amikor megkapja Pennytől a szalvétát? Mert hogy az ment a kultúrába most. Melyik epizódra gondolsz? Néztem. Karácsonyi epizód, tudod, mikor odaadja neki a szalvétát, hogy itt az ajándékom, és akkor Sheldon örül, hogy it's a napkin! Kibontja, és akkor látod, hogy lerogy a székre, és olvassa rajta, hogy live long and prosper, Leonard Nimoy! Leonard Nimoy! És akkor mondja neki a Penny, hogy ne haragudj, de megtörölte benne a száját, és akkor még jobban összerez, hogy ezzel azt akarod mondani, hogy bármikor tudnám a DNS segítségével a saját Leonard Nimoyomat megteremteni? Mindjárt jövök. És akkor elrohan, visszahoz a Pennynek az ajándékokat, és mondja Penny neki, hogy de hát Penny, ez, vagy Sheldon, ez nagyon sok. Tudom, nem elég. És akkor a végső elkeseredésében odamegy, és átöleli. Hát hatalmas. Én abban a részben, mikor ott összerezzem a Leonard Nimoy, és ott beleborzongtam, hogy atya úristen, és biztos vannak ilyen elborult emberek. Na, betettem a linket, megtaláltam a videót, szerintem ez zseniális ez a reklám egyébként. Ugyanez engem a Coca Pepsi-re emlékeztet, ugye, mert egy Mercedes-szel megy a Nimoy. Egyébként nekem le se esett először, mert én néztem ezt a videót pont, mikor kerestem a mostanit, és hogy Zachary Quinto, és aztán, mikor már, hát ugye nem volt rajta hegyes fül, nem ért össze a szemöldöke, de egész más volt a karakter. Igen, nem 45 fokban állt a szemöldöke széle. Úgyhogy rámondták egyébként, hogy egy szemöldök mozdulatával egy egész regényt tudott így kifejezni. A köszöntése, ez a háromújas köszöntés, az egy mellesleg egy zsidó áldásból vett, tehát ugye tudjuk róla, hogy ő aktívan részt vett a saját közösségében, és most például rengeteg ilyen önéletrajzi videó betét érhető el. Illetve hát ő utált az erőszakot, és a filmbeli szerepe szerint neki az első részben már verekednie kellett volna, és mire odaért a forgatásra, kitalálta, hogy a vulkániak nem erőszakosak, és egy ilyen fogással tett ártalmatlanná mindenkit, úgyhogy aztán soha nem verekedett a sorozatban. Mit mondtál, Krisztián? Nem tudtam, hogy azt ő fundálta ki. Igen. Utált ilyen, tehát utált az erőszakot gyakorlatilag. Ezek TJ Hooker. Hát jó fej volt. Na lépjünk akkor, azt nem tudom, tehát vegyi anyagoknál nem tudok ilyet mondani, hogy vidámabb vizekre. Vidámabb vizekre, igen.
De próbáljuk meg akkor. Itt van rögtön az ecita.org.uk-nek az oldala, és közben ugrálnak föl a kínai levelek. Na, 2015. február 26. Kitette be ezt a linket? Kis barátaim. Nem én voltam, úgyhogy Krisztián lehet. Én nem tettem be most a héten cikket, úgyhogy... Az tök jó. Vagy nem, ez én voltam, bakker. Hát, nem én voltam. Tehát, zsigerből azért... tiltakozik, tudod. Nem akkor voltam, én a héten nem tettem be cikket. Összefolynak a napok. Én voltam. Ez egy érdekes összehasonlító cikk kettő darab vegyi anyagról, és hogy melyiknek milyen a különféle veszélyességi besorolása, és hogy melyiknek milyen a megítélése és a használata a hétköznapokban. Nem nevezi nevén az elején a vegyi anyagokat, kezdi nevezzük X vegyszernek az egyiket. És annyit kell tudni róla, hogy hármas kategóriájú gyúlékony anyag, egyes kategóriájú hulladásos veszély, négyes kategóriájú belélegzés alapján való mérgezési veszélyt, kettes kategóriájú bőr elváltozás, bőriritáció okozás, kettes kategóriás rákkeltő anyag, ismételt kitételre gyorsan akartam mondani. Mondjuk máj és vérkárosító, igen, hatása van, hosszú távon szennyezi a vizeket, és szintén ez is a vizekre vonatkozik, és őrületes nagy piros keresztes veszélyes ikonjai vannak. Ezzel szemben a... Ja, itt még írnak okosságokat. Hát a védő, hogy a használata, igen. Légzőmaszkkal kell, légzőmaszkot kell viselni, hogyha ezzel foglalkozol, védőfelszerelés kell, kesztyűben kell hozzányúlni, a szemet védő szemüveget kell felhúzni, és alapvetően vegyvédelmi ruhában kellene mocorogni annak, aki ezzel az anyaggal közvetlenül foglalkozik. Ezzel szemben második versenyzőnk, szintén egy vegyi anyag, gyúlékonysága nem besorolva, fulladásos veszély nem besorolva, akut mérgezési veszély nem besorolva, bőrelváltozás irritáció nem besorolva, rákkeltés nem besorolva, szervekre való gyakorolt mérgező hatása nincs besorolva, vizekre gyakorolt mérgező hatása, hosszú távú hatás nincs besorolva, és gondolom ez a másik, ez a rövid. Ja, nem, ez az akut, súlyos vízszennyezési veszélyességi foka nincsen besorolva. És ha sok nincsen még... besorolva után, akkor vond le a konklúziót? Levonjuk a konklúziót, az első anyag volt a dízel, a második anyag pedig a nikotin. És ugye... Menjünk el egy benzinkútra, és nézzük meg, amint liter számra vásároljuk a dízelt, senki nincsen semmiféle vegyvédelmi ruházat, légszűrőmaszk, bármi, mégis bármikor oda mehetsz, és akár a 20 literes kannádat megtankolhatod dízellel, és vidáman csütyögve elsétálhatsz vele, kiöntözheted, tudod, mi jutott, most eszembe? Azzal, mikor én gimnazista voltam, a kerületünkben volt egy autószerelő iskola. És ott azzal szórakoztak a hülye haverok, hogy fogták a rossz dízeladagolókat, amik egyébként sok-sok báron tolják az égéstérbe az üzemanyagot, és kipróbálták magukon, hogy milyen az, mikor oda teszed az ujjadhoz mondjuk az adagoló fúvókát, és hogy miért fúj rajta. Hát és... Te azt érzed, hogy csak elfújja onnan, viszont az mint egy kis tű, és azt a kis maradék dízel olajat, gázolajat ugye a bőröd alá befecskendezte, és órákkal, napokkal utána is még viszketett az ujjuk tőle a hülyék. Szóval ilyenekkel szórakoznak. Jaj, elnézést, hülyeséget mondtam. A kettes típusú vegyi anyag nem a nikotin volt, hanem az ellikvid, tehát már bekevert formájában.
És még egy érdekes pontra térnek ki, hogy az e-liquidet az maximum 0,1 ezred literes kiszerelésben lehet majd ugye Európában árulni, ez a 10 millis kiszerelés. Megkövetelik, hogy folyásmentes adagolást biztosító készülékekben lehessen csak használni, stb. Stb. Tehát irgalmatlan módon korlátozzák, mint ahogy azt nagyon jól tudjuk. Ezzel szemben ugye a dízelt odaöntöd, ahova akarod, olyan mennyiségű veszed, amiben akarod, semmiféle korlátozás nem vonatkozik rá maximum a szállítására, de ha már megveszed a benzinkúton, kutya sem nézi, hogy te mit csinálsz vele, és milyen mennyiségű. Szégyen, szégyen, szégyen. Ilyen az arányosság elve, ugye? Hát érdek. De egyébként annyiban, tehát annyira ne legyünk vaskalaposak, tudva levőleg az egyiket nem a szervezetünkbe szánjuk, a másikat meg igen. Mi is lehetünk azért szigorúbbak, szerintem azzal szemben, amit inhalálásra használnak az emberek, a gázolajjal szembe, amit arra használunk, hogy eljussunk A-ból B-be. És tudom, sokan mondják, persze, hogy... Igen? Persze, persze, csak a cikk... gázolajat is inhalálod végül is. Egyrészt, de hogy a cikk nem ilyen aspektusból közelíti meg, hanem kizárólag a kiszerelés és a kezelés és a megvétel formájára vonatkozó előírások szempontjából kezelő, és ha kizárólag abból a szempontból nézed, akkor ez egy röhely. De ugyanez lehetne egyébként bármelyik hígítóra elmondani, vagy sósav például, vagy nem tudom, tehát csomó olyan hidrogénperoxid, na, tehát bombát lehet vele gyártani, ne vicceljetek már. Hát ennyi erővel a műtrágyából is. Műtrágya. Például. Na, ennél viszont vannak pozitívabb híreink is, egész konkrétan például, ami a vaper.hu-n is megjelent, az a címe, hogy elektromos cigaretta az igazságügyi orvos szakértő szemével, pont a mondat végén, Angyal Miklós professzor? PhD doktor. PhD doktor, igen. Ezeket sose tudom, hogy milyen sorrendben és hogyan kell. Ez így kell egyébként, tehát ezen meg is lepődtem, hogy így kiírtátok, hogy doktor med, mert hogy senki nem írja ki, hogy doktor jur, meg nem írja ki, hogy doktor anyám kínja, mert pont tegnap vagy tegnap előtt olvastam ezzel kapcsolatban egy értekezést, hogy ezeket mind meg kéne különböztetni, hogy orvos, hát, fogorvos, nem, ez hülyeség a kis doktort, meg a nagy doktortól, a fogorvost, az orvost, a jogászt, a még valakit, és akkor még nem is említettünk a tudományos fokozatokról szót. Na szóval megjelent, illetve jóváhagyásával megjelent a cikk a vaper.hu-n, de inkább az mondja el, hogy mit tartalmaz, akinek több köze van a vaper.hu-hoz, mint mondjuk nekem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát egyrészt ugye ez Enzsó jó voltából jutottunk egyáltalán hozzá az anyaghoz. Aztán Dovi az Egyesület nevébe írt egy levelet, amiben engedélyt kértünk, hogy gyakorlatilag közzétehessük a szakértői véleményt, és ugye tudjuk azt, hogy ő volt a szakértő az oxigénnek, volt ez Krisztián a per újra fölvétele? Igen, igen, igen. És hát nagyon szépen és összeszedetten leírja, és gyakorlatilag ez a lényeg, hogy itt a tudomány oldaláról közelíti meg ezt az egészet. Tehát ugye azt látjuk, hogy
meg látni fogjuk, mert itt is szerintem ki fogunk térni az ilyen előre is elnézést kérek az összes nőtől majd így nőnap alkalmából, de az ilyen hülye picsás cikkek kapcsán, amikor így beleukádnak a világba egy őrült nagy baromságot, és akkor jól megmondják, hogy szar az elektromos cigaretta, miután szerintem egyébként csak a józan paraszt ész mentén gondolkodva is lehet tudni, hogy az elektromos cigarett és a cigaretta között óriási különbség van. Épp ma olvastam valahol, hogyha a hagyományos cigarettát 100% kockázatnak vesszük, akkor az elektromos cigaretta 4% kockázatot jelent, tehát lehet a kettőt összevetni, vagy összehasonlítani. Tehát ami már jóval kisebb kockázatot jelent, az már önmagában megérdemli a figyelmet, és nem gondoljuk azt, hogy bele kell döngölni a földbe, sőt, hát olyan hülyeségeket állítani, mint a WHO tisztségviselője, aki azt mondta, hogy azért szar, meg nincs rajta fűszűrő. Tehát, és még sorolhatnánk, tehát rengeteg ilyen támadás éri az e-cigarettát. Ő pedig nagyon szépen, következetesen végigviszi az elektromos cigaretta kapcsán megállapítható kockázati tényezőket, illetve kutatásokat sorra vesz, és ugye maga a szakértői vélemény arra tér ki, hogy most akkor a nikotin, illetve a most, nem is tudom, minek mondjuk ez, Krisztián, ami most van, helyzet. Tehát ez jogilag egyébként nonsense, de hogy ez mi? Ez a félelemkeltés és a... Jogi vákum. Ez nagyon szép. Szoktam nevezni. Tehát az érdekes, hogy jogi vákum alapján ritkán járnak el hatóságok, de most úgy néz ki, hogy nálunk viszont igen. Tehát ő ott gyakorlatilag ennek a sarokpontját támadja meg, hogy a nikotin az most gyógyszernek minősül, vagy nem minősül gyógyszernek. A nikotin az gyógyszerészeti hatóanyag, vagy nem gyógyszerészeti hatóanyag, és természetesen arra a megállapításra jut, hogy nem. Tehát ugye ezt már annyiszor elmondtuk, és annyiszor leírtuk, hogy számtalan más anyagot tudunk még mondani, mely mondjuk a gyógyszergyártás során a gyógyszerbe kerül, vivő, hordozó, még akár hatóanyagként is, és mégsem az. Példának említette ugye a doktor úr a szőlőcukrot, ami konkrétan a nikotinhoz hasonlóan nevesítve van a gyógyszerkönyvben, életmani folyamatokat befolyásoló hatása van. Akár életmentő is lehet. Aztán mégse raziágzák le a cukorkás polcokat az ABC-kben. Igen. Szóval az, hogy valaminek van farmakológiai hatása, például a Hapszifon patronnak igen érdekes farmakológiai hatásai vannak, de ettől függetlenül bemehet, sőt, még kiskorúnak is adnak. Én azt tudom, lehet-e még kapni egyébként Hapszifon patront. De vagy ott volt annak idején, mit tudom én, a Technokor Rapid, mint túloltartalmú ragasztó, meg a Palmatex, meg a Palmafix. Szóval egyszerűen, komolyan mondom, így kezdenek ilyen orwelli érzések elhatalmasodni rajtam. És hát azt ugye nem lehet kijelentenünk, hogy mely lobby keze állhat a dolgok hátterébe, nem is tudjuk, de akárkinek is volt ez az óriási ötlete, innen ezzel is csókoltatjuk egyébként. Hogy? Nekem ezzel ellenkeznem kell. Hogy? Hogy nem tudjuk, hogy melyik lobbynak a keze van benne a dologban. De igenis, tehát
pusztán formális logikával végig lehet venni. Tehát azok alapján, az információk alapján, amiket eddig be lehetett gyűjteni, a dohány lobbinak az az érdeke, hogy az elektromos cigarettát megrekeszte egy kőkorszakban. Tehát ez az eldobható, és menjél vissza a trafikba, és vedd meg az újabb kis doboz patronodat, és stb. Tehát nekik ez az érdeke, hogy ennentén haladjon. A gyógyszeripar az, aminek a termékeivel nagyon durván konkurál. Úgyhogy én kimerem jelenteni, hogy más nem nagyon látszik ebből, mint hogy aki igazán el akarja tiporni, és el lehetetleníteni az a gyógyszeripar. De bocsánat, hogy így kicsit mellékvágányra vittem. Bocsánat, nyilván konkrét bizonyítékunk nincsen. Tehát konkrét bizonyíték hiányába tudod, ez csak ilyen levegőbe kasszálás. Mondjuk, ha én a kettő közül valakit gyanúsítgatni akarnék. Azért fals egyébként, tehát azért, hogy is mondjam, érthetetlen, mert ha dohány lobby, akkor miért nincs már benn mindenhol, mi tudjuk, hogy minden dohánygyártónak van saját e-cigarettája. És még sincsen, mondjuk még csak azt mondhatnám, hogy az európai piacon sincsenek. Nem kivárnak. Olyan súllyal jelen, és a patikák meg nem kezdtek el likvidet árulni, tehát na, szóval ezek ilyen érdekes dolgok. Egyszer mindenre fény derül, mint a paksi beruházásra majd 30 év múlva, de akkor már kurvára nem fog senkit érdekelni. De mindesetre arra rettentően jó volt, hogy magyar cégeket kikényszerítsenek külföldre, és mondjuk minden e-cigaretta fogyasztó, amennyiben nikotinos likvidhez próbál jutni, azt ne ebben az országban tegye meg. Tehát erre zseniális volt ez az egész intézkedés. Mellesleg már szerintem éppen ideje volna fölülbírálni. Elkanyarodtunk a témától nagyon. Na, az utolsó bekezdésére hívnám föl mindenkinek a figyelmét. Az elejét se legyen rest elolvasni. De azért nem kezdtem bele, mert egy iszonyúan komplex és nagyon persze, de ezért mondom, csak hogy kedvet adjunk nekik, nem egyfolytában ugyanazt szajkózzuk. Az utolsó bekezdés pár passzus, de csak a legutolsó mondatot olvasnám el. Összefogva úgy vélem, hogy a nikotintartalmú elektronikus cigaretta egy olyan alternatívája a dohányzásnak, amelynek fő célja, funkciója nem a gyógyítás, hanem az, hogy a dohányosok részére egy, a dohányzáshoz nagyfokban hasonlító tevékenységet és élvezetet nyújtva pótolja a dohányosok szervezetében kialakult nikotinhiányt, de eközben a saját és környezetük egészségét kevésbé veszélyeztesse. Aláírás dr. Angyal Miklós, igazságügyi orvos szakértő. Nem Ficsor Zoltán, nem Pivko Krisztián, és nem én, hanem egy doktor bácsi mondta ezt. De aki, mint a, tehát ez ebben a dologban az óriási, a magyar állam által elfogadott igazságügyi szakértőként nyilatkozott meg. Tehát Figyeljetek ide, múlt héten nem volt itt Mújó, nyilatkoztassunk egy embert, aki most itt van a vonalban, behívnám, és akkor ő az orvosi szemszöggel ellentétben a saját példáját elmondaná nektek. Szerintem érdekes lesz. Jó? Jó. Behívom akkor. Egy másodperc türelem. Nem fogom felejteni, hogy mit akartam mondani. Halihó, sziasztok! Szia, ki Hello. Vagy? Hali. Haló, mutatkozz be, Léci. Szia, Hajnal Balázs vagyok. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Szia, Balázs. Mesélj egy picit akkor a te történetedről. Történet. Hogy nálad hogy alakult ez az egész? Én nagyon kíváncsi vagyok a vizsgálatra, az előzményre, az utózöngékre. Jó, ott kezdeném, hogy én allergiás vagyok már körülbelül több mint 10 éve.
Hát elég sok mindenre köztük, ilyen fafű, pólenekre, kutya, macska, szőr, egyéb, tehát majdnem mindenre. Napi szinten szedek rá gyógyszert, hogy a tüneteimet enyhítsem. És másfél éve köhögéssel kezdődött az asztmatikus tünet, utána egyik pillanatra a másikra befulladtam az egyik este, ügyeletre kerültem be, nagyon nehezen kaptam levegőt, és akkor ott bent az ügyeleten oxigén palacról inhaláltam ilyen gyógyszeres folyadékot egy órán keresztül, ami végül is segített abba, hogy utána normálisan tudtam levegőt venni. Ezt követően kaptam időpontot a tüdőgondozóba, ahol megállapították, hogy asztmás vagyok. Erre a tünetekre kaptam megint csak gyógyszert, az allergiagyógyszer mellé, ez egy napi egyszem szemes, ilyen hörgőtágító tabletta, meg este, meg reggel egy-egy puff, ilyen inhalációs készülékből, ez valamiféle orvosi szteroid, szintén ilyen hörgőtágító. Ezek után igazán tüneteim már nem voltak a gyógyszerek miatt. A dohányzás azt azonnal le kellett tegyem, orvos is elmondta, hogy nem javasolja, mert a tüneteim rosszabbodhatnak. Cigarettáztál akkor előtte? Hát cigarettáztam persze, hát az is közel jó 11-12 évet. Olyan vészesen nem, hát most mi a vészes napi, ilyen fél egy dobozzal azért előttem, hogyha pedig társaságban voltam, vagy horgászni mentem, akkor azért többet is előttem. És ezt követően, hogy lelaktam a cigarettát, egy hét elteltével nagyon jó barátom révén ismerkedtem az elektromos cigarettával, és azóta csak ezt szívom, már most már másfél éve. Napi átlagosan 5 milli leves szívok, 50-50-eset, 6 milli nikotin tartalommal. Na most eljött az ideje, hogy újra kellett mennem felülvizsgálatra. Maga a felülvizsgálat az abból áll, hogy van egy légzésvizsgálat. Ez úgy tevődik össze, hogy van egy üvegfalú zárt kamra, az orromat orrcsipesszel lefogják, és egy spirométer nevezettű készülékbe kell a levegőt fújnom. Az orvos diktálja az ütemet, gyorsabban, erősebben, lassabban, stb. Ez pár perc alatt megvan a vélemény. Úgy néz ki, hogy ez a vizsgálatnak az eredménye, tehát egész jól a sikeredett. Elvileg rosszabbat vártak, mert a legtöbb asztmásnak a tünetei azok idővel rosszabbodnak. Itt az értékek azok úgy alakultak, hogy van egy FEV érték, ez a tehát erősebb kilégzés egy másodperc alatt, itt a levegő térfogatot mérik, ez például 94%-os lett, ami 4,21 liter levegőt jelentett időben. Utána volt egy olyan, hogy... Az előző értékekről tudsz adatokat? Arról sajnos nem. Nem találtam meg a leletet, pedig kerestem, nem tudom, meg közben költözésen is túl vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy hova lett pakolva. De azok rosszabbak voltak, mivel hogy akkor még gyógyszer se szedtem, úgyhogy az biztos, hogy rosszabb lett, mert a doktornő is mondta, hogy tehát meglepően javult az eredmény azóta. És akkor volt egy ilyen, hogy maximális belégzés után kilélegezhető legnagyobb levegőtérfogat, ez 6,16 liter levegőt jelent, ez 112,8%-os, tehát a normál felett van. Akkor volt egy ilyen, hogy légóti szűkület mérése, ez egészséges embereknél 80% körül van az érték, ez nálam 70%-os lett, mert picivel alatta lett, az egyetlen egy, ami kicsivel alatta volt az érték. A többi az egész jól alakult, volt ilyen, hogy teljes kilégzés után tüdőben maradó levegő térfogata, tehát kifújtam a levegőt, ez 2,32 liter, ami megint csak 120,7%, tehát egész magas. Utána totális tüdőkapacitás, ez 8,47 liter, 110%. Akkor volt még ilyet is mértek, hogy oxigén szaturáció, ez oxigénet telített hemoglobin százaléka, ez 98%. Tehát egész jó, a pulzusom az 75 per perc, vérnyomásom az 120/40, tehát ezzel sem volt baj. És akkor ezután volt egy mellkas röntgenem, ahol következő diagnózist állapították meg. Várjál, csak a 120/40-es vérnyomás, ez biztos, hogy nem jó. Aha. Na mindegy. Az a 40 az alacsony. Nagyon lehet. Nagyon laza vagy. Nagyon, nagyon laza vagyok. Akkor volt tüdőröngenem, tiszta tüdőlemezek, éles kontúrú rekeszek,
szív normális alakú és nagyságú, középárnyék eltérés nélküli, kóros külülírt képlet nem látható, és a korábbiakhoz viszonyítva, tehát semmi nem látszik. És akkor ezt követően mentem be a doktornőhöz, és akkor ott még azért meglepő eredmények miatt javasolta, hogy fél év múlva újra felvizsgálatra kell mennem. Már hogy nem meglepően hogy... szar, hanem meglepően jó lett az eredmény. Hát meglepően jó lett, amellett, hogy jó a cigarettát leraktam, és sok elektromos cigarettát szívok. Köztudottam most az elég sok ilyen rossz hír fölröppen, hogy az elektromos cigi mennyire káros, meg egyéb dolgok. Ahhoz képest nem vettem észre, ja, és ráadásul még a tüdőgondozó előtt, még a bejáratnál azért ott egy fél órán keresztül előttem egy ilyen másfél milit. Biztos, nagyon biztos alapom, hogy valamit hogy csak mutasson már, hogyha már itt vagyok, de tehát tényleg semmi elváltozás, semmi nem látszódott. Meg elvileg utána is olvastam, hogy ezekben az inhalátor készülékekben, amiket naponta fújok, tehát reggel meg este, ezeket régebben elvileg használtak hozzá propilénglikolt, mint hordozóanyagként, csak nem megfelelő, emiatt nem megfelelően szívódott föl a hatóanyag, ez az orvosi szteroid. Mert a propilénglikol hamarabb kiürült a tüdőből, mint ahogy a gyógyszer a szteroid fölszívódott volna. Úgyhogy ezt utána aztán javították. És a dokinak mondtad egyébként, hogy elektromos cigarettát használsz? Ja, persze. És mit mondott rá? Hát mit mondan egy orvos? Nem igazán kéne semmi se tüdőbe szívnom, a friss hegyi levegőn kívül. Ja jó, persze, igen. Tehát ő nem fogja azt mondani, hogy jó rendben szívjam. Tehát... De akkor nem is hozta elő a blőd elrettentő szövegeket, hogy... Ja, nem. Ezt átkeltő, ez sokkal rosszabb. Nem. Igazán néből gyorsan lezavartak, mert egy 30-an voltak előttem, meg utánam is, úgyhogy nem igazán foglalkoztak olyan részletesen továbbiakban velem. Tehát elmondta, hogy mi a helyzet, ideadta a leletet, és utána távoztam. És a két vizsgálat között mennyi idő telt el? Hát ez úgy volt, hogy másfél év, amúgy évente kell mennem fölvizsgálatra, de az első fölvizsgálat után én elmentem egy magánklinikára, hogy ott is megvizsgáltattam magam, hogy most tényleg ez hogy van, mi okból kifolyólag lett az egész asztmatikus tünet, vagy asztma. És ott, ott ugyanezt mondták, ugyanez a légzésvizsgálat volt, ugyan tüdőröntgen, stb. Hát az allergiám is közrejátszik, meg igazándiból ezeket mind ilyen lelkéredeti problémákra lehet visszavezetni. És amikor az első vizsgálat megvolt, akkor te ott abban a pillanatban abba is hagytad a dohányzást, ugye? Azonnal, persze. Aha, és akkor egyből váltottál e-cigire? Hát körülbelül egy olyan egy-másfél után már igen. Utána is, mert akkor nem dohányoztam, és utána pedig, mondom, megismerkedtem vele, megtetszett, és belemélyedtem. Aha. És azóta tényleg, tehát napi szinten, reggeltől estig azért szívom, és tényleg, tehát semmilyen fulladásos tünetet nem okoz, tehát nem veszem nehezebben a levegőt, nem fulladok be, tehát nincsenek ilyen panaszaim, szerencsére, jó, mellette meg sportolok is, és ott se veszem észre, hogy két óra intenzív sport után nem, tehát nem, nincs az a nehéz fullador levegővétel, ami előtte volt. Na. Igen. Ez azért kifejezetten, tehát, mert hogyha egy egészséges tüdővel elcigizel, és nem érzékel semmiféle problémát, tehát akkor nagy ügy, semmi nem történik. Viszont, hogyha valaki, akinek ilyen fajta légzőszervi problémákkal kell megküzdenie, és ebben az esetben sem tapasztal semmilyen negatív élményt, az tök jó. Igen, azért is jöttem a Csárinak, hogy ez érdemes szerintem erre egy kicsit beszélgetni, mert szerintem ezek fontos információk. Erről nekem az jutott eszembe, pár hónappal ezelőtt foglalkoztunk egy külföldi kutatással, ami kifejezetten az elcig és az aszma kapcsolatával foglalkozott, nem tudom mennyire emlékeztek rá, és ott ugye ott azt hozták ki konklúziónak, hogy az aszma kapcsán kifejezetten a dohányzás miatt fellépő és súlyosbodó tünetek, hogyha abba hagyják a delikvensek a dohányzást és elektromos cigarettáznak helyette, akkor potenciálisan ezek a dohányzás okozta súlyosbodások és problémák visszafordul. És igazából a most elmondott eredményeid is, hogy mindenki ilyen, csak emelhet a szemöldökét, hogy lehetnek ilyen eredményeid, hogy ez is ezt látszik alátámasztani, nyilván egy fecske nem csinál nyarat, de hogy te teljesen párhuzamot mutat annak a kutatásnak az eredményével, hogy igenis vannak olyan aspektusai a dohányzás okozta asztmatikus problémáknak, amik visszafordulhatnak és javulhatnak, hogyha az ember elcigarettázik dohányzás helyett természetesen.
Igen. Nekem az jutott eszembe közben, az egy nagyon jó dolog lenne egyébként, hogyha megtalálnád az eredeti, tehát a legelső vizsgálati anyagot, és mind a kettőt be tudnád nekem szkennelni. Én kikockáznám ezeket a személyes adatokat, csak hogy ha látszana az előtte-utána állapot, hogy miből mi, és itt ki lehetne akkor elemezni, hogy a tüdőkapacitás hogy alakult, hogy változott, az rohadt hasznos lenne. Tehát azt megköszönnénk, hogyha feltúrnád a lakást. Szerintem csináld azt, hogy kinyitod a teraszt, jön a tavasz, így mindent kihaigálsz, és egyesével szépen visszaviszed. Meg lesz az szerintem. Meg fogom találni. Jó, mert ez egy adó lehet, hát nem a mi kezünkbe lehetne adó, hanem azoknak tudnánk ezzel példálózni, akik azt mondják, hogy asztmás vagyok, vagy beteg vagyok, vagy azt mondta nekem a tüdőgyógyász, hogy vagy nem merem, mert szerintem ez károsabb. És akkor itt van, hogy mégsem, nem támasztja alá, hogy károsabb, neked jobb lett, emellett asztmásként is tudod használni, nincsenek azok a tapasztalások, mint mondjuk asztmásként cigaretta. Nekem is nem voltam én soha ilyen vizsgálaton, de valami iszonyatosan tudnak a tüdőhörgőim nekem sípolni, iszonyat. És ugyanez volt, tehát én mikor katona voltam, akkor tatán voltam, és egy ilyen 5-600 méter volt a vonatállomás. Általában mindig akkor engedtek ki, mikor a vonat befutásához volt még másfél perc. És az a futás az állomásig, utána föl a vonatra, és a 40 perc Pestig arról szólt, hogy sípoló tüdővel vette az ember a levegőt, megszívta a cigit mellé. Szóval én is ugyanezeken végigmentem, és de a saját tapasztalatát az ember, ha így elmondja, az mégsem olyan megfogható, mint hogyha itt egy papír, itt egy papír, itt egy szám, ott egy szám. Nézd meg, hidd el. Mert ez nem olyan, hogy én úgy érzem, hogy most a tizedikre föl tudok szaladni. Igen, mert mondjuk sportol is közben az ember esetleg, vagy egészségesebben él. De hogyha ilyen számok vannak mellette, akkor az jóval kézzelfoghatóbb annak, aki szkeptikus. Hát ezt megköszönnénk. Pontosan. Jó, mindenféleképpen fogom keresni, és akkor foglak keresni ezzel kapcsolatban. Jó, rendben. És akkor összebírjuk hasonlítani, hogy milyenek voltak az előző eredményeim. Tökéletes. Jó. Fiúk, rendben. Van még kérdésetek? Nekem nincs. Szerintem ez egy tökéletes beszámoló volt. Jó, igen. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ugyan, hozzájárulsz-e a hanganyag közléséhez? Persze. Nagyon szépen köszönjük. További szép estét, szia! Sziasztok, ja. Viszont, na. Tök jó. A másik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani, megkeresem a notezben, az egyik ő volt. De olvasói kérdésekbe egy kicsit átlépek most. Ami kedvelt, sokunk által szeretett orosz gőzlérünk Boris is hasonló dolgot említett, azt fölolvasnám szó szerint, belefér szerintem. Tehát Somogy István írta, az aszmás mellékszálhoz, ami csak meg lett említve. Én nem cigiztem, hanem pipáztam, és volt egy nagyon minimális asztmám. Ritkán jött elő, de amikor igen, akkor elkezdett viszketni az állam, pici fulladás, köhögés is jött rám, és ha elkezdtem köhögni, akkor nagyon durván, sípolósan vettem a levegőt. Apám aszmás, és ilyenkor az ő általa használt inhalátorból két slukk és elmúlt. Ezt zárójelben mondom, ez az én véleményem, hogy csak azért, mert másnak bejön az a gyógyszer, azért nekünk nem lenne feltétlen szabad használni. Tavaly nyáron egy párás nap, mikor az élesztő nevű sörparadicsomban tartottuk a heti pipaklub délutánt, óriási, plasztikus ez a kép, akkor még pipáztam a vépelés mellett. Akkor rám jött megint ez a furcsa viszkető érzés, amit tudtam, hogy fulladást követ majd. Mivel előtte egy ideje nem volt, ezért inhalátor sem volt nálam, viszont e-cigi igen. Szívtam is pár szép nagy slukkot tüdőre, és el is múlt. Édesapám sem szokott már fulladni, mióta e-cigizik. Köszönjük szépen ezt az észrevételt is. És van még egy sikersztorim, nem tudom, hogy mondhatom-e most.
Persze. Volt és múlt... Még elmondom, az jut, bocsánat, ezt is igen? El kell felejteni, az jutott nekem erről eszembe, hogy igazából ugye az emberek előjönnek, és elmondják ezeket a tapasztalatokat, hogy ezek annyira jó dolgok, és annyira klassz, és hogy mekkora pofátlanság, hogy a hivatalban üldögélő emberek pedig mindenhol Európa szerte erre legyintenek, hogy ez az anekdota, ez egy anekdota. És én pont ezért lenne jó, hogyha megtalálná a papírját, mert az már nem anekdota szerintem. Ja. Több millió ember életminősége elképesztő mértékben javult ennek a találmánynak köszönhetően, és így megpróbálják besöpörni az asztalról disznómódon. Köszönjük Hon Liknak. Igen. Szóval múltkor volt egy bejegyzés az egyik csoportban, hogy a kórházba került egy vaper srác, már nem emlékszem pontosan a kontextusra, hogy miből kifolyólag, de volt neki egy szobatársa, egy idősebb úriember, és olyan erő, tehát amikor kitolták, tudjátok, a műtétről, akkor már, hát nem akkor közvetlen utána, de kérte a szobatársát, a srácot, mert látta, hogy ő óvatosan elcigizget a szobában, és hogy segítsen már neki kimenni a WC-re, mert neki el kell szívnia egy szál cigit. És mondták az orvosok, hogy valami olyan betegsége volt, már tényleg, ha agyonlőtök, se tudom, de ne próbáljátok meg, valami olyan betegsége volt, mit tudom is én, mint az érszűkület, hogy hát azért bácsi itt abba kéne hagyni, mert ebből baj lesz, ez olyan, mint a medve nem játék. És akkor hát kikísérte, segített neki, viszont mondta, hogy fiam, te mit szívsz? Elcigi, de nem káros. Elmagyarázta neki, hogy mi van, hogy van, és volt otthon neki egy, hát nem kezdőszetnek mondanám, valami, talán egy valami spinner-szerű készülék, de lehet, hogy meha, már tényleg a történet szempontjából mindegy is. Elmagyarázta neki, hogy ez hogy működik, mint működik, majd szólt a barátainak, hogy figyeljetek már, ha jöttök legközelebb látogatni, akkor hozzátok már be azt a készletet nekem, ami itt és itt van. Bevitték. Elmesélte a kisöregnek, hogy mit kell, hogy kell csinálni, használni, és egy ilyen kis kompakt kezdő készletet oda tett neki, hogy akkor papa, ezt kell szívni. És úgy képzeljétek el, hogy azóta is azt szívta. És ez ilyen tök jó urbán legend is lehetett volna, de abba a csoportba csatlakozott annak a bácsinak a fia. És leírta, hogy igen, ez valóban így volt, és azóta is ecigit használ, és nagyon szépen köszöni. Úgyhogy vannak ilyen happy end-el végződő sztorik is. Minél apró több. Apró csodák. Minél több ilyet. Minél az több élet ilyet. Apró örömei. Igen. Úgyhogy... Egyébként meg a gyerek jó csinálta rettentően, tehát innen is nagy respekt neki, mert észrevette az alkalmat, kettő kihasználta, tehát ez teljesen rendben van. Szerintem. Igen. Én úgy fogalmaznék, hogy élt az alkalommal, kihasználta a negatívat sem. Hát igen. Akkor élt az alkalommal. Húha, egy óránál járunk. Belekezdjünk még témába? Hogyne, vagy? Hogyne. Persze, én még... Még rohansz valahova? Végképp elfelejtem, amit akartam még mondani az angyal, dr. Angyal Miklósos szakértői vélemény kapcsán. Még volt két dolog, amit szerettem volna elmondani. Mondjad. Nem térünk ki előtte a poncsóra? Nem. Jó, de nem. Most, akkor majd a századiknak. Kicsit később. Szóval az egyik, ami szerintem nagyon fontos ebből az egészből... Attila, ne aludj! Igen. Hogy én megemelem a kalapomat a doktor úr előtt, mert hát ugye ezek a perek, ezek folytak egy darabig, és hát... Ő egy igazságügyi orvos szakértő, köze van az államhoz, stb. Tehát azzal, hogy fölvállal egy ilyen exakt véleményt, és a nevét adja mellé, így igazából szembe megy egy csomó olyan érdekkel, ami föntről ellenkező irányba nyomná a dolgokat. Úgyhogy én ezért abszolút megemelem a kalapomat, és oda tette az igazságügyi orvos szakértőbe az igazság szót a doktor úr.
A másik, meg ami eszembe jutott az egész kapcsán, hogy igazából olvasom, és ez pont ugyanaz, amit 2012 őszén azonnal mindannyiunk elkezdett hangoztatni, hogy ugyanezek az érvek, ugyanezért nem stimmel, hasonló hasonlatok, nyilvánvalóan a doktor úr egy lényegesen kulturáltabb és cirkalmasabb valamiben foglalja össze az egészet, de hogy a főérvelési csapásirány, az analógiák meg minden, az mind-mind stimmel. Tehát most akkor azt mondanám, hogy látjátok, mi megmondtuk, csak hát ránk a kutya se hallgat. Ennyit szerettem volna még elmondani. Sokkot kaptatok? Vagy nem, köszönjük szépen vidéki versenyzőnek. Csak ennyit szerettem volna. Hanem tehát folyamatosan azon pörög az agyam, és akkor már átkötök a feminális baromságra. Folyamatosan azon pörög az agyam, hogy annak idején, amikor ez az egész tiltásos DL kezdődött. Egyébként a doktor úr majd 10 év múlva, amikor már ezek a felhők így elülnek, nyugodtan viselheti még az igazságügyi szakértői föliratot a neve mellett, mert abszolút jó, tehát nem, ez hülyeség, hogy tehát ő abszolút tudományosan megfogalmazta ennek az egész problémakörnek a lényegét, és ő úgy vizsgálódik, és ez jutott eszembe, amikor mondtad, hogy milyen nyomás alatt van, hogy ő nem nyomás alatt van, hanem az igazság nyomása alatt van. Tehát ő neki 10 év múlva is ugyanúgy szakvéleményeznie kell, és nem azzal foglalkozni, hogy kinek éppen mikor mi jut az eszébe bizonyos dolgok kapcsán. Persze, csak hát ha megnézed, akkor rengeteg ember van olyan pozícióban, amely pozíciótól azért elvárnád, hogy amit kiejt a száján, annak azért legyen némi valóság alapja, és legyen köze az igazsághoz, és mégis azt látod, hogy ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége blőd hadovákat ereget csak a szélbe, amikor elektromos cigarettáról van szó, és már pedig a foglalkozásuk és a pozíciójuk kapcsán azért nem ezt kellene tenniük. Úgyhogy ehhez képest kontrasztba elképesztő ég és föld a különbség a kettő hozzáállás között, hogy igen, ragaszkodik ahhoz, hogy korrektül eljár, és korrektül megmondja a frankót. Hát egyébként kíváncsi lennék rá, ha most valamelyik cég kérne egy NAV állásfoglalást. Tehát aki elektromos cigarettát forgalmaz ebben az országban. Egyébként tudjuk, hogy amúgy ezzel sokra nem megy, mert minden egyes ilyen állásfoglalás végén azért ott van az a két sor, hogy ez aztán semmire nem jó. De kíváncsi lennék, ha most kérnének egy ilyen NAV állásfoglalást, hogy a NAV-nak továbbra is ugyanaz a véleménye. Ez érdekes. Elmondhatom, hogy én mire gondolok? Mondja. Szerintem az állásfoglalás az lenne, hogy illetve két szálon mennének a cselekmények. Megkérdezed, hogy mi az állásfoglalásuk, akkor azt mondják, hogy hopp, az állásfoglalásunk az, hogy tilos. A másik pedig az lenne ezzel párhuzamosan, hogy kiszólna a ügyintéző vagy titkárnőnek, mindegy, csak most egyszerűsítem a dolgokat. Gizike, jött egy levél ettől és ettől a cégtől. Írja be a naptárba, hogy egy hónap múlva nézzük már meg, hogy árusít-e ilyen folyadékot. A másik pedig az aspektusa szerintem, hogy a tiltás mellett ők úgy vannak vele, hogyha ők azt mondanák, hogy igen, akkor se lenne semmi. Mert hisz kimennek, ellenőriznek, és a saját állásfoglalásukra azt mondják, hogy ez volt 2012-ben, tudjátok mit? Ezt most lefoglaljuk, és pereskedjünk. És nem azzal ijesztenek meg első sorban, első körben, hogy tilos és nem lehet, hanem most gondolj bele, hogy te egy forgalmazó vagy, áll az árukészletedben mondjuk, csak egyszerűsítek, 200 ezer forint, és azt elkobozzuk. Nem kobozzuk el, csak bevizsgáltatjuk. Aztán nem kapod vissza, mert nikotin tartalmú, és pereskedjünk. Majd 2-3 év múlva kiderül, hogy mi lesz a vége.
két-három év múlva mit kezdesz azzal, ami két éve volt 200 ezer forint, egyébként megromlott, úgyhogy egy, dobhatod ki, kettő, pereskedhetsz majd azért, hogy az a termék, ami azért lett lefoglalva, mert teljesen jogtalanul, és mondjuk neked anyagi károt származott ebből, na most az anyagi kárért egy külön pert indíthatsz majd. Na, szerinted ki fogja ezt? Tehát itt szerintem a hazai piacon senki, és nem mondanám azt, hogy senki nem annyira tökös, hanem mindenki kivárásra játszik most. És azt várják, hogy a vaperek, meg az érdekérvényesítő egyesületek és szervezetek hozzák meg azt a lépést, és tegyék meg helyettük azt a cselekedetet, amit mindenki vár, nem mer senki első fecske lenni. Hát figyelj, ezzel az van, hogy ugye ez 2012 őszén indult ez az egész Herceg utca, és most ami a szakértői vélemény elhangzott, az a Voxeri terében történt, és hát 3 év eltelt, és az ugye úgy történt ez a per újra felvétel, hogy a tavalyi januári, a 2014 januári második kerületi bírósági vélemény az e-smoker perében, annak az eredménye alapján futottak újra neki a már lezárult e-smokeres pernek, és megint eltelt több mint egy év. Tehát itt igen, ebben az a durva, hogy gurulnak az évek, és... A másik durva dolog meg az ugye, hogy az új BTK alapján korábban a 2013 nyarán volt az új BTK, és 2013 nyara előtt ugye ez egy gyógyszerrendészeti szabálysértéssel vádoltak meg téged. És aztán jóval nagyobb gallérral az új BTK alapján már gyógyszerhamisítás, ami bűntény. Így van. Sokkal durvább dologgal vádolnak. Még akkor is, hogyha ezek a perek rendre azzal végződnek, hogy az alpereseket szépen fölmentik. Akkor is egy irgalmatlan Herceg utca, teher, para, lefoglalt készletek, áll benne a pénzet. Tehát igen, ez egy irgalmatlan, gusztustalan, szemét aljas pszichológiai hadviselés. Mert hát tudjuk, látjuk, hogy egy baromság, amit mondanak. És kérsz egy novállásfoglalást, most már nem, mert a Gyemszi ugye januártól megszűnt, és nem tudom, mi van helyette, de korábban bárhonnan kértél állásfoglalást ebbe a témába, addig pattogtatták a berkeken belül a labdát, amíg el nem jutott a Gyemszihez, és a Gyemszire hivatkoztak, rámutogattak mindig, hogy a Gyemszi állásfoglalása alapján gyógyszernek minősül. Úgyhogy így, az már teljesen más kérdés, hogy így MC-nek semmiféle hatásköre nincsen, hogy őt értelmezzen, és ilyen irányba tereljen bármit is. De hát ultragáz meg, amit mondtál a kivárásra, hogy azon most az van, hogy ugye 2012-től mostanáig eltelt lassan 3 év. És hogy eddig mi azon dolgoztunk, és azon nagyon szerettünk volna valami eredményt elérni, hogy tegyünk pontot az ügy végére, és vonják vissza ezt az egészet, és a forgalmazók hadd forgalmazzanak nyugodtan nikotinos utántöltőt, szűnjön meg ez a szerencsétlen, áldatlan helyzet. Hát most, hogy 3 évvel később kijelentetjük, hogy cinikusan a hatóságok még mindig fityiszt mutogatnak nekünk, és körünk szakadtáig ragaszkodnak a barom állításaikhoz, ami alapján ezt az egészet csinálják. A probléma most itt az van, hogy most már tényleg csak igazából kivárásra tudunk játszani, mert 2016-ig viszont honosítani kell az EU-s dohánydirektívában foglaltakat. Tehát érted, március van, március közepe lassan, van hátra kicsivel több, mint 9,5 hónap. Megnézve az eddigi irgalmatlan időhúzásokat, meg ahogy az igazság kereke, meg ezek a malmok őrülnek, hogy évvégéig nem nagyon fog, tehát ha három év alatt nem sikerült megfordítani az egésznek a folyás irányát, akkor most 9 hónap alatt szinte biztos, hogy nem fogjuk. Úgyhogy az egyetlen, amit tehetünk, hogy megvárjuk, hogy jöjjön a nyakunkra az EU szabályozás, és az EU szabályozás keretein belül tartsuk nyitva a szemünket, és ott próbáljuk meg megakadályozni, hogyha valami őrületes böszmeséget próbálnak csinálni. Úgyhogy, tehát erre az áldatban nem fejezem be, most egy órát beszélek. Tehát a NAV Szócska Miklós, Emmi, NAV Kombó és Dempsey és Demjén által gerjesztett áldatlan, jogtalan helyzet, ami itt megy 3 éve, erre pontot fog tenni, tehát ez meg fog szűnni az EU-s dohány direktívának a honosításával. Nem biztos, hogy tökéletes lesz, jó lesz, de ez az állapot meg kell, hogy szűnni. Én csak a cikkre akartam visszakanyarodni, hogy
ezeket az őrületes hatásvadász böszmességeket 2015-ben is le lehet még írni, hogy egy felmérés szerint. Igen. Ennyi, egy felmérés szerint. Egy rákutató intézet. Várjál, ezt már nyugodtan várjál, így beírhatnák. Várjál, ez, akkor az, ez hogy, a neve. Hogy, egy rákutató intézet. Nem. Tehát ez, hogy egy felmérés szerint, aztán 2012-ben a tinik, igen, korosztály, a tinik, 2,8%-a, tavaly viszont már 4,5%-a szívott elektromos cigarettát. Hál' Istennek, én még várjál. Tartott. Igen, tehát fordítsuk meg. Akkor mondjuk azt, hogy igen, jó, dohányozni mennyi tini dohányzott 2012-ben? Százalékos arányban 2014-ben, mondjuk, mert ne legyünk annyira up-to-date-ek, hogy kiadunk egy 2015-ös állásfoglalást, vagy tudományos vizsgálatot, de vajon az az arány csökkent vagy nőtt? Illetve megkérdezném, hogy ha kimerik ezt jelenteni, hogy a tinik ennyi százaléka dohányzik, vagy elektromos cigarettázik, akkor azért ugyan kit rúgnak picsán, hogy 2015-ben, amikor nem lehet legálisan, hivatalosan 18 éves kor alatt cigarettát vásárolni, én mégis cigarettázó kölköket látok az utcán. Azért ki a faszomat fognak megbüntetni? Hát ez az. Azt is kérjük akkor már számon, bassza meg, illetve a következő, és akkor itt befejezem ezt a tetves cikket, mert agyvérzést kapok. Csak a bekezdés szövege, bazd meg. Így pusztít az e-cigi. A kurva anyát pusztít így, bazd meg. Az én agyamat. Így pusztít az e-cigi. Ha rohadjon meg. Ez a még csak bulvár tudományos, bulvár áltudománynak sem megyen, amit írnak, és tudod, annyira nevetségesen szar az egész, de alatta meg épeszű emberek elkezdenek erről a fostalicskán összehordott cikkről vitatkozni. Érted? Tehát már attól kiborulok, hogy elkezdjük ezeket a baromságokat komolyan venni. Érted? Hát ez legyinteni kell, és elmenni. Olyan mondatot találta? Tehát ez a nehetesd a trollt. Tehát ennyi. Ja. Generálják itt a forgalmat. Az ismertségi körömben sajnos nem ezt tapasztaltam. Olyan is volt, aki e-cigivel kezdte, és utána szokott át a hagyományos cigire. Persze. Az én ismerősi körömben is volt olyan, aki ugrált a kisgyerek a kibaszott gumiasztalon, és aztán rájött, hogy sokkal jobb, hogyha repülőgépből ugrik ki ejtőernyő nélkül. Volt ilyen. Én ezt mondom. Na, és ki a igen. Tököm hiszi el? Az apád unokabátyjának, a kollégiumi szobatársának a volt saja mesélte. Igen, egyszer látott egy ilyet a tévében. Vagy az öreg székhelyes vicc. Öreg apám, látott már medvét? Egyet igen, de az se az volt. Igen. Na de nekem ez a mondat tetszik, mert ez aztán abszolút a koronája az egésznek. Ráadásul a passzív elduhányzás is rizikós, mert bár a szagok elkerülhetők, de a belélegzett nikotin annak a szervezetére is hat, aki nem aktívan szívja a szerkentyűt. Ma már most egy szekérderék tanulmány és vizsgálat van, ami bizonyítja, hogy a kilélegzett, kifújt nikotin az kurvára nem jut sehova senkinek a tüdejébe. De hogy ez, mert bár a szagok elkerülhetők. Hogy? Hogy? Mert én erről azt gondolnám, hogy ez az egyetlen, ami nem kerülhető. Erántod a fejed. Érted. Pákát, és kiégeted a szaglóhámot az orrodból, vagy mire gondolnak, hogy a szagok elkerülhetőek? Nem, hogy? Hát gondolom a cigaretta bűzére gondol. De visszatérve a székelyes hasonlathoz, tudod, amikor belállítja az öreg székely hátába. Ezt most komolyan gondolta? Ne, viccnek elég rossz lett volna. Azért, mert viccnek durva. Itt írja valaki, ez történik akkor, amikor fillérekből készítünk cikket. Kedves femina szerkesztők, nem érzitek, hogy felelősek vagytok abban, hogy ilyen médiaipari hulladék kikerülhet az oldalaitokra? Csak a tények hiányoznak. Igen. Igen. Ó, édes Istenem, és jön a következő agyas,
maga a nikotin sem kimondottan egészséges. Vagy talán ezt az összetevőt is kihagyják az e-cigiből? Hát ha akarom, igen. És akkor mi van? Tehát érted. Te tudatlan idióta, ezt üzenem. Súlyos propilén-glikol függő lettem. Istenem. És akkor kössünk már át ide a bullshit generátorra mindjárt, mert aztán majd a dakotákat... Beszéljél, mert nekem még a vérnyomásom az most nem 140 per 40. Utána taglaljuk, tehát hogy már ilyen iparszerűen űzik ezt a dolgot. Volt egy e-cigarettás cikk, ami szintén ilyen módon készült, egy Frank Delio, vagy Delio nevű 17 éves gyerek, aki belehalt az e-cigarettázásba címmel. Mert ugye a kép alatt azt írják, hogy tüdőrákban halt meg, és hogy a halála előtti 11 hónapban elektromos cigarettát használt, és előtte soha nem dohányzott. Így van. És ugye itt van egy nagyon szomorú fénykép, fekszik az ágyban, síró anya, vélhetőleg a halál előtti pillanatban, aztán valaki megtalálta ugyanezt a fotót egy tök más fölíratta, ahol... ahol egészen más kontextusba helyezték ezt az egészet, és erről az emberről egyébként az egész neten nem találtak semmit. És aztán ugyanez a fotó egy szíriai konfliktus kapcsán kerül elő a netről, csak egészen más címmel, és köze nincs se az e-cigihez, se a tüdőrákhoz, se semmihez. Szóval komolyan mondom, ez már szervezett bűnözés kategóriája, ami itt megy. Egészen hihetetlen. Na, ennyit a pusztító e-cigaretta című fejezet. Azok szemétládák. Szemetek. Viszont a dakoták. Ők mindig jól döntenek. Mondjuk az is mutatja, hogy nem haltak még ki egyébként, meg hogy odáig eljutottak, hogy egy egész államot elneveztek róluk. Tehát Észak-Dakotáról beszélünk, ahol egészen normális módon kezelték le az e-cigaretta törvényt gyakorlatilag. Egyrészt ugye megtiltották a 18 év alatti forgalmazást, viszont kimondták, hogy az e-cigaretta nem dohánytermék. Így se nem adózik, egyszerűen egy alternatív nikotinbeviteli eszköz. Jó napot! Ennyi. És ugye Amerikáról beszélünk, ahol hihetetlen barom döntéseket tudnak az állami szinteken, tehát az Egyesült Államok különböző államainak szintjén meghozni egyébként. Úgy voltunk a negatív hírekkel. De igen. Ja, vannak még értelmes emberek. Charlie-nak akartam mondani, hogy ne kapja nagy érzés, meg lazítsa le a kis lelkét, mert ma 10 milliószoros karmikus nap van, és hogyha ilyen gondolatok tomboznak a fejébe... Bevonzom a binárist. De egyébként akkor evezzünk más vizekre. Ha már a vonzatok, igen, a vonzások és kötődések, akkor ugye nekünk ott van a nemrég elindított sorozat, amiben ugye most már Fifika is aktív részes, és a legutolsó cikkben épp az anyagi vonzatokra tértem, azt hiszem, hogy pont én ki. És sose számoltam ezt így végig egészen idáig, mert ugye mindig csak azt mondogattuk, hogy legyen a költsed azt a kezdő készletre, amit mondjuk egy havi adagodra szánsz. És most végre végig számoltam, hogy,
hogy ugye kiadás oldalról egymás mellé teszem a kettőt, és néztem a kezdeti kiadást, és a, hogy ne csak a kezdetet nézzük, egy utána következő tetszőleges 3 hónapot, és ugye itt látszik, hogy ezért kicsit nehezebb a helyzetünk, mert dohányosként nincs semmi kezdeti beruházásod látszólag, ugye? De hogyha levetítjük egy hónapra, nem tudom most mennyi egy doboz cigi egyébként. Én ilyen 800... 1000 forint környéke. Ó, hát akkor még, alul is lőttem, fiúk. Én úgy számoltam, hogy napi egy doboz, és 900-zal számoltam, akkor az 27.000 forint. Viszont ezt akkor pariba lehet állítani, mondjuk a kezdeti beruházás e-ciginél egy ilyen 10 és 30 ezer forint között, meg a havi kiadás likvidre, meg a kiegészítőkre, és ott mindegyiknél direkt fölé lőttem, tehát ki az, aki mondjuk üvegszából meg húzalból 1000 forintért vásárol egy hónapban. Az jött ki, hogy az első 3 hónapos időintervallumot, ha nézem, akkor cigarettából 81 ezer forintnyi összegű árut kell beszerezned, és ha mellé állítjuk az e-cigarettát, ez 52 ezer forint. Ez nem olyan nagy különbségnek tűnik, amiért meg kéne az embernek fontolni a váltást, viszont, ha már megnézzük azt az időintervallumot, amikor már megvan mindenhez mindened, és párban haladsz a cigivel és az e-cigivel, akkor ott ugye nem változik semmi a ciginél, maradsz 81 ezer forint 3 hónapra, e-ciginél ez durván 22 ezer forint. Tehát ha egymás mellé állítjuk havi 27 ezer, a másik pedig 7500 forint. Nem mindegy. Hát nem én voltam mondta, de igen. Igen, igen. Viszont ugye beszéljünk ennek az őrült dohányáremelésnek a szerintem egyébként árnyék oldaláról. Ugye iszonyatosan rámentek az emberek a sodródohányra. Ez azért érdekes a számomra, mert Románia, amelyik ország ugyanúgy és szinte ugyanolyan árban árulja a kész cigarettát, mint Magyarország, ott például a sodró, és mondjuk még talán egy picivel alatta vannak a bérek a mi béreinknek, ott például nem lett ilyen népszerű a sodródohány. Tehát az egyértelmű, hogy a trafik törvénynek köszönhető az, hogy az emberek inkább, meg hát a dohányáraknak is nyilván, igen, de hogy ennyire rárepültek a sodródohányra. Ha emlékeztek arra a statisztikára, amit valamelyik podcastben nézegettünk, hogy hogyan változott, igen, meg a száraz cigarettáról a sodródohányra való áttérés, akkor már nem versenyképes egyébként nem biztos, hogy versenyképes az e-cigaretta a cigarettával. Tehát én nagyon sok emberrel beszélgettem, aki dohányos, meg így próbáltam az anyagi előnyök felé terelni őket, és akkor mondták, hogy töcsém, hát mit képzelsz? Hát, ennyi meg lenne, 40 gram dohányt veszek 880 forint, érted, édes öcsém, azt tekerít belőle. Igen, csak azt is sokszor kibeszéltük, hogy ezek a sodrós, meg vágott, meg anyám tudja milyen dohányok, milyen minőséget képviselnek, mi van bennük. Vissza kell hallgatni a podcasteket, már nem tudom, melyik részben beszéltünk éppen róla. Jó, csak tudod, hogy az emberek ezzel soha nem foglalkoztak. Tehát, hogy most maradjunk például a zsír meg az olaj analógiájánál, hogy most a zsír az káros, vagy nem tudod, mindig jönnek ezek az okosságok, hogy de a zsír az sokkal egészségesebb, mint mondjuk az olaj, aztán meg az olaj lesz egészségesebb, mint a zsír, tehát ebből a szempontból nem foglalkoznak vele az emberek. Kókuszzsír, tehát, itt van a hűtőben, most vettem akciósan. Na, az a másik furcsa dolog. Annak. Tehát miért furcsa? Várjál, ne menjünk el, miért furcsa? Mert a kókuszzsírban való sütés, te mit csinálsz a kókuszzsírra? Kókuszzsírban való sütök, ahogy mondod. Tehát mit tudom is én, mondjuk bundás kenyér, rántott hús, nem lesz a lakásban az a büdös, de az étel sem
jellegzetes olaj íze van, és semleges íz, tehát gyakorlatilag megmarad az ételnek, az olajban sütött ételnek is az étel íze, és nem lesz tőle büdös a lakás, amit mondjuk érzel egy ebéd, egy vasárnapi ebéd előtt, amikor rántott hús sütés volt, visszaemlékszik mindenki gyerekkorára, hogy milyen sült, olajos, rántott hús illat volt, olyan nincs, vagy inkább szagnak mondanám, olyan nincs. Igen, csak most olvastam, tehát nem akarok hülyeségeket beszélni, de most olvastam valamit, hogy itt a transzsírokkal, meg hogy a kókuszsír is gyakorlatilag ilyen olyan, mint a margarin, tudod, hogy ilyen szénhidrogénezett, nem tudom, tehát most tényleg nem akarok hülyeséget. Itt közben rárepültem a netre, hogy van-e valami. Én azt mondom egyébként. Ezt abszolút váratlanul ért most a Csárlinak a... Akkor csak annyit mondok neked, hogy még hozzáadott adalékként, hogy például az olajat nem szabad többször hevíteni. Ez így van. Tehát azt kevesen tudják, hogy régen a zsírt, tehát ha kisütötted a krumplit, félreraktad, akkor meg is süthettél benne krumplit. Az olajjal ezt nem szabad, Nem szabad. Bár mindenki megteszi szerintem, vagy nagyon sokan megteszi. Mégis hányan félre öntik be, főtös üvegbe, hogy jó lesz. Persze. Hát csak abba gondoljunk bele, és akkor hozzáteszem a kókuszsírt. Stabil a szerkezete nagyon, és ezért többször is felhasználható, és nem keletkeznek benne olyan méreganyagok, és kiemelem vastaggal rákkeltő anyagok, nem oxidálódik, és pont ezért jó, illetve a mondjuk az állaga tök mindegy, tehát az inkább tényleg a sertés zsírra hasonlít, viszont a kókuszsír 92%-ban... Ilyen hőmérsékleten. Mit mondasz? Milyen hőmérsékleten, mert nem mindegy. Micsoda? Hasonlít az állaga a disznózsírra. Hát 24-25, tehát ilyen szobahőmérsékleten válik folyékonyá, de ugyanúgy, mint a hűtőben tárolod a disznó sertészsírt is, meg a kókuszsírt is, ugyanolyan tömb alakja van illatra, tényleg az a semmilyen semleges illat, és 90% fölötti telített zsírt tartalmaz. A sertészsírt csak 50%-ot. Itt van, hogy tehát tudom, hogy például a kókuszsír nem plakképző, mint a hagyományos zsír, tehát a koleszterin szintet nem emeli meg, stb. Azt mondja, hogy azt ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy kizárólagos és sok kókuszsír fogyasztása májra megterhelő. Hát az az igazság, hogy nem kanalazom én sem, de mindenki ugye, igen, ezt mondja, amit te is mondtál, hogy mindenki azzal jön, hogy a telített zsír az nem egészséges, mert az érfalon lerakódik, viszont azt ne felejtsük el, hogy azok rakódnak le az érfalon, amik ugye ők úgy osztályozzák a zsírokat, hogy telített, mondjuk sertészsír, kacsazsír, vagy hogy telítetlen zsírsavakat tartalmaz, mint mondjuk a napraforgó olaj. Ott még ráadásul többszörösen telítetlen. Viszont... Hát erre rá fogok menni, erre a kókuszsírra, mert az... A lényeg az az, hogy a legtöbb zsíradék az hosszú láncú zsírsavakból áll. És ehhez kellenek a szervezetben enzimek, melyeket ugye vagy az epe, vagy a hasnyálmirigy termel. Ez segíti a zsírlánc lebontását, ugye? De mivel a kókuszsír nem hosszú zsírláncú molekulákból, hanem közepes lánchosszúságúból épül föl, ezért nem kell az emésztéséhez enzim. Tök máshogy viselkedik. Még csak egy kiló árat mondjál neked. A Lidl-ben vettem most, kérlek szépen, és úgy van, hogy ilyen 4 darabos tömbben van egy rúd. Tehát 4x250 gram, és ez volt 1000 forint. 1 kiló gyakorlatilag. Az teljesen rendben van. Tehát ha jó helyen veszed, és mondjuk nem bemész az első Auchanba, és kókuszolaj, kókuszsír, azért ott el tudnak szállni. Bioboltban szoktunk venni, illetve a Lidl-ben vannak ezek az akciós hetek.
Azt már nem is merem mondani, hogy még antibakteriális tulajdonsággal is és immunerősítő hatása is van, mert hogy laurin savat tartalmaz. Igen. Úgyhogy... Mondom, ez az egyetlen. Mondom, hogy olvastam róla valami negatív dolgot. Egyébként a nyíregyházi kórház laborbevezetését, amikor csináltuk, ott a büfében a srác kókuszsírban sütötte az oldalast. És oda jártunk oldalas zabálni, mert olyan finom volt, hogy ez valami fenomenális. Tehát nekem ilyen jó emlékeim vannak a kókuszsírról, úgyhogy egyetek kókuszsírt. És azt is fontos tudni, hogy nem kell megriadni attól, hogy valami úgy, mint a mi az olivánál, hogy extra szűz, vagy melyik az, ami nem olyan... Hát az oliva se bírja a magas hőmérsékletet. Hát azt nem is szabad benne sütni, ezt megmondták. Tehát van az extra szűz, van a szűz, meg van ez a refraktrát, az, ami visszanyerték meg a maradékokból. Igen, az a hulladék. Igen, viszont a kókuszsírnál ez úgy van, hogy van szűz, meg van szűrt. És mind a kettő teljesen jó, sőt, az egyiket magasabb hőfokon nyerik ki, viszont vegyi anyagokat ott sem használnak a művelethez. Tehát mind a kettőnél csak az van benne, és nincs olyan, hogy ezt kinyerem azzal a vegyi anyaggal, amit később majd kivonok belőle. Tehát nekem ez rohadtul bevált, én az olajat nem szeretem, ételhez nem használjuk, mi csak ebben sütünk, ha valami olyan étel kell tényleg, hogy valamit kirántani, és tényleg mondom, hogy elsősorban az, hogy a lakást nem kell utána átszellőztetni télen mondjuk, mert olyan iszonyat büdös lenne, és hogy többször, tehát nekem van egy üvegem, amibe ezt folyamatosan, ugye, hát az alján, ami megmarad, azt leszűrjük, de ezt be, hűtőbe be, és utána tényleg olyan állaga van, mint a zsírnak, kemény, ilyen szilánkosan törik, vagy hogy mondjam. Szálosan. Szálosan, igen. Úgyhogy mindenki csak bátorítani tudok erre, és ezt be is fogom most írni a sónózba, mert nem volt benne kókuszsír. Erre csak így most ráfutottuk. Igen. Ráfutottuk a pénzügyi vonzatok kapcsán. Amire még viszont ráfutottam tegnap, az a pont a valamiért bogaráztam, mert több podcastet is csinálok. Beszélgettünk, Charlie, maradjunk ennyiben. Beszélgettünk is, igen. És akkor nem, tegnap tulajdonképp játszottam azzal is, hogy milyen kategóriába tudnám még a podcastet berakni, ami releváns, és akkor néztem, hogy Mujó, szerinted mi, mint alternatív egészség, jó kategóriában vagyunk? Szerintem az megállja a helyét. Jó, hát az alternatív egészség kategóriában a What's Hot nevezetű szűrő alapján az első helyen vagyunk. Ez azért nagyon durva, basszus, egy ligába kerültünk Duncan Trussell családi órájával. Bármivel is. És ugye, hogy ez nem a... Paleo magazin rádió. hogy nem arról van szó, hogy Magyarországon mennyien hallgatnak minket, hanem máshol is hallgatnak minket, és úgy látszik, akkor van értelme annak, amit csinálunk. Már csak annak örülnék jobban egyébként, hogy aki hallgatja, és ne adj Isten, látom, hogy ki hallgatja iTunes-ból, vigyázzatok. Esetleg értékelné is az iTunes-ban csillagokkal, szöveges résszel, mert az is sokat dobna a megítélésünkön. Meg nekünk is jó, mert ezt így tudjuk nem forintosítani, ez hülyeség, mert pénzt nem kapunk érte, de a saját szemünkben az ázsiónkat növelnénk. Lelki boldogságot. Igen. Úgyhogy, hát ilyeneket láttunk tegnap itt a nagy nézelődésben Fifikával, hogy mi merre, hány méter. Nem is tudom. Nem én is egyébként. Hát, hogy milyen kontextusában. Ja igen, mert hogy rendre előbukkannak ilyen emberek, hogy már múltkor képzeld, azt is megkaptuk, Mujó, hogy sok a két óra. Hát, ha két órát kell hetenként beszélni, akkor két óra. Hát most valakinek sok, valakinek kevés. Na, várjál csak, most beszéljünk Poncsóról. Jó. Mondd most. Pont most, mert ő volt az, aki 3 perc alatt hallgatott meg minden podcastet. Igen. Tehát sokkal két óra belemekérsz. Ennyi. Hát, tudod, meghallgatod. Ez nem érdekel. Puff, mész tovább.
Szóval melyik kavics alól került elő már megint Poncsó? Semmi. Csak maradtam le. Csak hogy a Lackó Attila elnyelvudjon azért. Igen. Ja. Szóval ez volt a téma, igen, meg hogy meg is lehet állítani alkalomattán, és aztán elkezdtünk Fifikával keresgetni, hogy e-cigi témában podcast alkalmazásban mennyi van, hány van, hol van. Aztán kiderült, és hogy kurvára nincs, és ami van, az is 2012-ben. Olyanokat találtunk, hogy 2012-ben volt 4 adás, 2013-ban 2, és 2015-ben még 2. Tehát, ja, kicsit azért nehezebb a helyzetünk, mert nem tech rovat vagyunk, és nem használják annyian az iTunes-t, vagy nem annyian használnak olyat, hogy RSS, mint egy tech rovat esetében mondjuk. Úgyhogy ezért nehezebb az embereket megfogni. Egyébként meg szar is keresni, tehát én rengeteget hallgatok este ilyen beszélgetős műsorokat, és az nekem egy kéne megtalálni bármelyik podcast alkalmazásba, mondjuk, és ezt is beszéltük, hogy nincs országra szűrés például, amit nem is értek, tehát hogy miért nem tudom én a magyar podcasteket egy kalap alatt látni. Globalizálódunk. Valami, na mindegy, szóval ilyenekről beszélgettünk, meg arról, hogy hogyan trollkodták meg annak idején ezt az egész podcastet, meg jöttek ezek az okosságok, hogy de én már hamarabb kitaláltam, meg betaláltam, hát barátom, csinálja meg 50 adást, aztán utána lehet erről beszélgetni, hogy most sikerült-e, vagy nem. Á, de akkor mi már 100-nál fogunk járni. Akkor mi azt le fogunk jelenteni. Tehát van 50 adás behozhatatlan előnyünk, tudod, mint a nyuszikának a bottal. Na, hát ilyen dolgokat nézegettünk tegnap unalmunkba Fifikával. Kenegettük kókuszsírral egymást, igen. Mi kenegettük, az arc nélküli vaper pedig egy hatalmas nagy bugyli bicskával ugrott neki az e-cigi társadalom azon rétegének, melyek averziót éreznek a gondolkodással és a értő olvasással szemben. Úgyhogy, és sokan, ahogy most olvasgatom, mert csak tegnap találtam rá, hogy van már, képzeljétek, már Facebook oldala is, de sokan támadják azért, hogy arc nélkül, meg hogy hülyeségeket beszélsz, pedig sok érdekes, nem értek minden mondatával egyet, ezt le kell, hogy szögezzem, hogy ő nem egy ilyen... Mondani akartam, hogy nekem is ilyen averzióim vannak vele kapcsolatban, de hát majd látjuk, hogy... Hát ez a vélemények ütköztetése, tehát én nem azért vállaltam, hogy kirakom, hogy azzal én egyetértek, hanem igen, meg lehet köpködni egyes mondatait. Nekem sem megemlített minket, hogy sok a Facebook csoport, és ott szóba került, hogy párásító, mondom, utolsó volt kisbarát. Óvatosan. De vannak olyan kérdések, amiket tényleg nem tudok én sem hova rakni, és pont a mai adásban volt, és pont be is linkeltem valakinek, hogy nem értem például, hogy egy csoportba miért kell berakni, mit tudom is én, 5x10 milli likvidet, hogy megjött a postás. Jó. Oké. Vagy pont most kérdezett... Akkor elmondom, ma nálam vízóra leolvasó volt. Nem gázóra leolvasó? Nem én voltam? Nem, vízóra. Hogy most volt egy beszélgetés szál, hogy valami kínai likvideket vett valahonnan a figura, valahonnan magyar embertől. És úgy képzeld el, hogy nem volt benne egy büdös link sem, hogy tudod, legalább egy gyártó, vagy valami. Az volt a kérdés, linkelnél oldalt, honnan lehet ilyet rendelni? Ment PM, nekem is jöhet. Szintén érdekelne engem is, pillanat és megy mindenkinek, én is szeretném, és beírtam 18-nak, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna egy linket betenni az elején. És a következő. Nekem is. Ment mindenkinek. Szeretnék én is egy linket.
csatlakozom nekem is. Az meg erről ment, vagy 40 kommenten keresztül, amikor a horvát Pali belinkelt, hogy kikapott linket. Hogy itt van, ez az, kínai csoda. Ennyi. És utána meg jön, hogy az vagy nem, nekem ízlik. Nekem is linket léci. Ja, és akkor úgy, hogy berakja a horvát Pali a linket, kettővel lejjebb, beírja valaki. Nekem is linket léci. Hát mondom, ott van feljebb, ne idegesítsetek már föl. És csak megy. És utána mi vagyunk a köcsögök, illetve azt írja valaki, hogy is írta. Nem kezeltem úgy, mint NASA titkot. Hát akkor be kell rakni a linket, ha olyan jó. Pedig innen úgy néz ki. Igen, azt kellett volna tényleg. Úgy vitatkoztak, mint a magyar. Fejadagra lehet linket kapni, bazd meg. Link fejadag. Sokan vagyunk sokfélék, és hát azért az internetezők, a facebookozók és az e-cigizők halmazának a metszetében sokan vannak, akik nem annyira felkészültek technikailag és józanész szempontjából, hogy észszerűnek tűnjön az, amit csinálnak. De az is lehet, hogy ő egy ilyen egyéni linkgenerátort használ, és mindenki más linket kapott bazán. Az. Soha nem tudhatod, hogy mi van mögötte. Nem, szerintem itt az van, hogy az az ember, a magyar emberhez irányította, gondolom őket, aki valami kis haszonnal túladott ezeken a nikotinos likvideken. Fuck yeah. Fuck yeah. Értelmes témákról is beszélgessünk. Walking Dead. Már tartunk, és nem láttam sehol a múltkor. Belefutottam, azt hiszem, az elektromos cigaretta használók csoportjában egy posztba, és leestem az asztal alá, de erőt vettem magam, és nem metteltem rá. Nem írtam rá semmit. Csávó, megpróbálok visszaemlékezni közel szó szerint. A lényege az az volt, hogy 20 000 forint kerete van, és ajánlatokat vár, hogy ki mit ajánl. Mechanikus módot szeretne, amiben, és mondott egy alsó és felső határat, hogy mekkora teljesítmény között lehet állítani a feszültséget. Én ugyanilyet láttam, és odaírta, hogy meha modot keresek, lehetőleg varivolt. Tehát úgy írta, hogy VV. Az, igen, az. Korbács. Akkor én elgondolok. Utána, ha... Olvasnál a Wikit, tiririririri. Nem szabad. Hát ahhoz értően kéne gondolkozni. Ilyen felkészültségű gőzlérnek pont egy mód való. Beszéljünk tényleg sokkal értelmesebb témákról. Fölhoztam magam, up to date vagyok, Krisztián, és múlt héten nem voltál, nem tudtam kivel beszélni. A fenében. Élő halottak, Walking Dead. Ha. Megint annyira, mindenki azt mondja, hogy puhul, de ez a... Az, ez nem, ez a vihar előtti cső. Ez, hallod? De hogy az mekkora volt, hogy nem a mostani, hanem az előző részben, vagy az előző, várjál, kettővel ezelőtt, amikor a vége van, és megjelenik az ismeretlen ember, és a zenélő doboz megszólal, a fókusz a két csajon van, aki fegyvert tart az ismeretlenre, és mind a ketten ránéznek a zenélő dobozra, és így, what the fuck? Így nem tudj, ez egy gyönyörű kép volt. És akkor utána, hogy végig azt hiszed, hogy más temetnek, közben nem, a végére kiderül, Én sokat várok ettől a várostól is. Én azt hittem, hogy most nagyon, nagyon betunyulnak, de hát Daryl nem adja föl, ő még nem mosakodott, megmondta, hogy majd akkor öltözik át, hogyha fix lesz a hely. Ez is zseniális volt. Illetve, hogy is volt? Hát amikor, az emlékezz vissza, mikor nyílik az ajtó, és valami doboz ledől mellettük, és átlövi a menyétet. Igen, és akkor igen. Hoztunk vacsorát. Kész voltam tőle. Nagyon ideig érakőbe. Hoztunk vacsorát. És úgy sétált, hogy a kezében volt az az állat, és így a farkánál fogva lógatta. Utána kizsigerelte, hadd szóljon. A verandán. Hát hol máshol? Tehát nem a fűön, a verandán. Nagyon durva az, nekem azt tetszett benne, hogy az első, aki kimondta, hogy ezek mellett úgy el fognak puhulni, és gyengék lesznek, mint az állat, az a kis csávó. A gyerek. Volt. Igen. Érdekes lesz, hogy most itt fölkérték, hogy legyen rendőr, és már látom az ellentétet
nem is tudom, kormányzó, vagy ki a túró volt az a nő, a fiával, tehát ott biztos lesz még feszkó. Ja, itt valakiknek meg kell halni. Nem púl ez a sorozat, nem púl ez a sorozat. Most tényleg egy kicsit kivárnak, ilyen vihar előtti csend. Igen. Kemény lesz. De ezzel kapcsolatban úgyis lesz még téma, úgyhogy rám repülnék az olvasói kérdésekre. Én is azt mondom, menjünk rá az olvasói kérdésekre. Nézzétek meg a Babilon 5-öt, én már tudom, mi a vége. Arról beszélgetünk. Babilon 5. Banshee 100, mondok én jobbat. Miklós... Én most hogy hívják? Bocsánat, még az előző témában, azért most ahogy hívják, hogy közepén vagyok, a rendes évi Firefly újra nézésünk. Hamás szifik. Hamás szifik, igen. Miklós szóval. József, oké, fejezd be akkor a mondatod. Hát, szóval, mondjad, úgy értettem. Jó. Miklós Ilyen József... Hogyan trollkodjunk bele Charlie-ba? Jó. Mondjad, Charlie. Mikrobi. Miklós József rohagy meg. Oké, Miklós József kérdése kilőve. Nem, mondjad kérdés. Nem, te mondd ki a nevét, és én utána mondom a kérdést. Miklós József kérdése következik. Kering egy levél csoportokban egy e-liquid forgalmazó cég írt a vásárlóknak, mi szerint elnézést kérnek, szó szerint idézek elnézést. Tehát elnézést kérnek, de elbaszták a levest. Csípős lett. Oka a benne levő desztillált víz minőségének a nem megfelelősége. Kérdésem. Mit okozhat szerencsétlen desztvíz? Egyáltalán miért teszik bele? Aki a kérdést válaszolja... Ficsor Zoltán, alias Fifika. Desztillált vizet a likvidekbe két esetbe szoktak tenni. Az egyik az, amikor megpróbálnak nagyon-nagyon alacsony propilénglikol tartalmú likvidet készíteni, mert mondjuk valaki propilénglikol allergiás. Ugye tudjuk, hogy a propilénglikol az, ami az ízeket nagyon jól viszi a likvidben, illetve nagyon jól tárolja. Charlie-val, amikor szerkesztettük a Wikit, akkor csináltuk még az ízbajnokot is, amiben több a propilenglikol, mint a növényi glicerin. A másik eset, amikor likvidbehez vizet adagolnak, amikor túlsúlyban van a növényi glicerin, és annyira kemény, idézőjelben kemény a likvid, hogy muszáj valamivel a folyósságán javítani, és ez a víz lehet. Egyébként 5% fölé nem illik adagolni likvidben desztillált vizet, tehát én nem tudom képzelni, tehát mi az, ami 5%-kal csípős lehet, és desztillált vízből van. Nekem már ott gyanús egyébként a dolog. Meg. Bocsánat, mondjad. Mondjad. Ja, engem az csapott meg, hogy a desztillált víz, abban semmi nincs. Tehát milyen lehet a nem megfelelő minőségű desztillált víz, mert akkor az nem desztillált víz. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy olyan, hogy ezzel a desztvízzel jó, azzal meg nem jó, és ezért csípős lesz. Politikailag korrekt szeretnék maradni, de nem bírok, és az olvasók igényeit kell szem előtt tartanunk, illetve a hallgatókét. A desztillált víztől nem lesz csípős. Ellenben a nikotintól csípős lesz. Attól a nikotintól, amelyet nem megfelelően kezelnek. Illetve nem megfelelően vonják ki belőle azokat az anyagokat, aminek a végén már nem kéne benne lenni. Emlékezzetek vissza, volt Blackinek egy ilyen videója, a nikotin csípőségének. Igen. Tehát az nem azért csípős, bárki bármit mond. In my humble opinion, ezt hozzá kell tegyem, ez az én véleményemet tükrözi. Annyit még hozzáteszek ez a desztvíz dologhoz, hogy
Vannak bizonyos aromák, és akkor is szoktak desztvizet adni a likvidhez, ha vannak bizonyos aromák, amelyek vízben adják vissza az ízüket, és mondjuk propilénben nem. Egyébként igen sok olyan növényi aroma létezik, vagy növényekből kivont aroma. Például ezért az egyik ilyen, nem is tudom, évek óta vágyam, hogy bódza ízű likvidet gyártsak, de a bódzából az ízanyagokat a PG-be egyszerűen nem tudod átvinni, mert egy ilyen, nem is tudom, tehát ilyen pocsár ízt kapsz. Viszont milyen ízt? Víz pocsár ízt. Hát én nem mi nem az tudom. A pocsár? Hát ilyen zöld ízű lesz. Tehát nem, hát nem, ez olyan volt, mint Franco Provolone. Minden nap egy új szó. Szó. Tehát nem lesz. Vannak bizonyos növényi íz, illatanyagok, amik egyszerűen csak vízben adják azt a... Tehát lehet marha jó bodza üdítőt gyártani, de még marha jó bodza likvidet nem szívtam. Hát figyelj, zárjuk ma rövidre, mert többet beszélünk róla, mint amennyit kéne, hogy szerintem maradjunk annyiba, hogy a kételkedés jogát tartsuk fenn magunknak, de nagybetűvel, kettős pont, hogyha az a forgalmazó, vagy gyártó, bocsánat, az a gyártó megkeres bennünket, akkor szívesen elbeszélgetünk akár itt adásban vele, hogy miért csíp a rossz nem megfelelő desztillát. Nem megfelelő minőségű desztillát. Jó? Igen. Szerintem ez így korrekt. Így van. Jó. Menjünk tovább. Viszont akkor ezért lehet fifika, hogy a bodzaszörpöt vízzel csinálják. És nem PG-s bodzaszörpöt iszol, igen. Hihetetlen. Krisztián, ezt a végkövetkeztetést még nem gondoltam végig. Lehet, hogy... Sikerült megragadnom a lényeget. A lényeget, igen. Oké. Borisnak az aszmás sztoria megvolt. Cigiri Cigler Ferenc. Szerintetek mi a jövője az integrált patronoknak? Van már gyárilag szab, óm, dupla kazános, stb., de szerintem ezek a többségnek feleslegesek. Szerintem meg nem. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy tehát én most látom azt, hogy a mondjuk vegyük a GSH2 volt, ugye az az utolsó még ilyen kilógó üvegszálas, alsófűtőszálas patron, aminél még tudod, kibe kellett tenni attól függően az üvegszálakat, hogy hígabb vagy hígabb. Gavron, most törlöm a képedet, de röhögtem az adásban. Hígabb vagy keményebb a likvid. És most, amik vannak már mondjuk a félóm, a szubóm, meg most már van azt hiszem 0,25-ös is, illetve vannak itt azért 1,8 másfélómos BCD-k, ezek a kartó rendszerű üvegszálas patronok, ezek már teljesen jó használhatóak. Tehát én döbbentem meg a legjobban, most már van itthon Atlantis Mini, van ilyen Aspire C3, meg nem tudom én, abszolút jó használhatók. Én minden ismerősömnek, aki nem akar kínlódni, ezeket szoktam a kezébe nyomni. Hihetetlen jó az íz visszaadásuk, teljesen a felhasználóra vannak szabva. Nem mindenki akar tekergetni, ezt tudomásul kell venni. Ennyi. Meg szerintem hát nem mindenki tud is. És nem mindenki tud is. Egyébként ez az elkeserítő pont, kezdünk átmenni ilyen izébe, szappanoperába. Valaki kérdezte tőlem, hogy, és ez jött az elcigiteztek üzenő részén, hogy szeretnék olyan elcigit, aminek nagyon nagy a gőze, egy olyan 20 000-ig max. Mit ajánlasz? Hát, az, hogy mit gondolok, azt nem fogom elmondani, de ego vanja van, tehát az a gőz sem elég neki. Én annyit mondtam neki, hogy annyiból biztos nem jön ki 20 000-ből készülék meg kazán, de egyébként meg nyugodtan ajánlottam neki ezt az Aspire-t, ami ugye a találkozón is szádba dugtam, hogy nézd meg, és ennyi. Válasz, annak nagyobb a gőze?
Erre már tényleg nem tudok erre válaszolni, nem is biztos, hogy akarok. Tehát azoknak... Kicsit félre kell tenni, szaunát kell venni, annak a legnagyobb az. Igen, én azt mondom, hogy igenis szerintem van ezeknek is létjogosultságuk, illetve nekem még mindig vannak olyan készülékeim, hogy vatelines patronok itt sorakoznak a három ómos vatelines patronjaim. Bizony. Ennyi. Szerintem van értelme. Illetve létjogosultsága is. Miklós József kérdezett még, mi lesz az év nagy dobása? Milyen területen lehet fejlődni? Vajon lesz olyan kazán, amit majd nagyon várunk, mint a Kaifun 4 vagy a GT2? Hát, én betippelném mondjuk a GS2-t. És mit változtatnál rajta? Méretet. Merre felé? Fölfelé. Ne húzd ki a fa fiókot, ha nincsen be. Nem én húzzam ki, de muszáj tenni a tűzre. Tudod, mert mi még ilyen parasztok vagyunk, hogy kályával fűtünk. Márciusban. Normális. A verebeknek. Szóval szerintem most meglovagoltak egy új hullámot, vagy trendet, hogy vegyél meg egy ilyen tankrendszerű kazánt, mondjuk, mint a Kangerteknek a, mit tudom is én, mi a pontos neve, amit ha akarsz, akkor van bele olyan, hogy akár mint egy ilyen Kaifun-szerű készülék, egy kis belső felújítható kazánod van, vagy ha nem akarsz, akkor egy olyat, mint az Aspire-nek ez a szabóm integráltja, azt rakod bele, és tudsz vele játszani, hogy most ilyen kazáncserélgetős, vagy kazánfelújítgatós kedvedben, vagy szerintem ennyi, amit hozhat. Hát, Kecskeméten volt nálad épp a szubóm. Az Aspire, igen. Az Aspire szubóm. Gyerekek, ez hibátlan volt, szerintem. Én másik oldalról közelíteném meg, szerintem az idei év újdonsága, nagy újdonsága a honosított dohánydirektíva lesz, ami ezeknek a remek kazánoknak a 95%-át kitújtja a piacról. Reméljük, hogy nem. Tehát én ezt nem, mert ez negatív nagy dobás. Bocsánat, de nem hagyhattam ki. Nem tudom, Krisztiánnak fogunk keverni ilyen izét, optimista likvidet. Mert... Jaj, 10 millió szoros nap van, basszus, én meg ilyen hülyeséget a gondot. Nem. Na, pont nekem jött a 10 millió szorossal, azt utána meg itt nyomja a hülyeséget. Vágja a saját torkát a snitzerre, hát ilyen, érted. Somogyi István kérdése. És ez hozzád intézi, Mujó, meg hozzám. Ki a kedvenc karaktered a százból? A százból? Charlie Brown. Te hülye, ez nem az a film. A száznál bajba vagyok igazából, mert nehezemre esne dönteni, vagy választani a Raven, a mechanikus Choice, meg a Lincoln, a Grounder. A Link, Grounder River. A visszaeső drogos. Igen. Érdekes. Ez a kettő a legszimpatikusabb nekem. Nekem ebből a sorozatból nem tudom megmondani. A régi kormányzó, a néger, aki ugye szerepelt a Grace klinikában is, ő most egy érdekes szállat visz szerintem bele ezzel a mesiás vonal. Igen. Most, hogy valahova elcsónakáztak, ez megint egy érdekes szál lesz benne. És melyik volt a másik? Várjál. Igen, a Banshee, de hát azt te nem tudsz nyilatkozni róla. Én ott a Kite. Kicsit olyan nekem, mint Jockey Ewing volt a Berényi András a barátok között. Ez az ottani kilépett rossz fiú, aki kik ezek a amis közösségből, és Rolls-Royce-szal jár, és most nem nézed ezt, ugye, Krisz?
Nem. Hát egy akkora sztori volt most. Most valahogy visszafogadta a közösség, és épp mikor megkeresztelik, és hátul látszik kibaszott nagy Suburban megáll, akkor már tudod, mikor kiszállnak a négerek, hogy igen, itt maffia háború van, mert az unoka húga elkezdte a másik területnek is árulni a izét, a kábítószert. Oda mennek, levernek egyet, elviszik, és látod, hogy az évek alatt fölépített karakter, hogy visszakerülhessen a közösségbe, elfogadja az apja. Az apja nézéséből 5 másodperc alatt ugyanoda visszajutott, ahonnan indult. Kurva nagy volt. És iszonyat jó bunyózik. Illetve még a másik kedvenc karakterem, de hát azt már megint nem nézed, és most gondolkoznom kell, és tényleg most megnézem az IMDb-n, hogy hogy hívják a színészét, mert a nevét azt sose tudom, de hülye. Nem, a szemüveges faszi, aki Kai Proctor, nem, Gordon Deputy, nem, Clay Burton, ez az. Az az igazi pszichopata. És most benyúlt valami, ez már megint egy szál lesz, benyúlt a csaj a nadrágjába, hogy majd így bírja jobb belátásra, és önként kihúzta a kezét. Ott valami nagyon fura dolgot talált, és most erre nem úgy vagyok kíváncsi, hogy érdekel, hogy mi van a nadrágjában, hanem ő nagyon régóta együtt vannak a Kájjal, és érdekel, hogy mi történt ott lent a bunkerben, ahol együtt voltak erre volna. Úgyhogy ennyi a kedvenc karakterekről, kedves Boris. És a Walking Dead? Hú, Walking Dead. Lehetne a mainstream Daryl vonalat erősítenem, de nekem egyre jobb... Hát ő verhetetlen. Nekem megint egyre jobban tetszik a Rick. Tehát csak a szemével most az utolsó részben, hogy mikor ott a kamera forog, és hogy annyira jól tudták hozni ezeket a karaktereket, hogy ők már a kezdetek óta kint vannak, és az az abszolút, tehát láttad a személy, hogy mindig figyel, mindig aggódik, mindig valamire gondol, előrébb jár már az agya, meg hát a végén az utolsó mondat, az nálam megint előre tette, tehát nekem ők ketten viszik a sorozatot, a Daryl meg ő. Hát a Daryl igen, ő felülmúltatlan, nekem aki még kedvencem, az áltudós, a Eugene. Aki bekamúzta, hogy... Igen, és tulajdonképp végig arra gondoltál, hogy ez azért ilyen fogyatékos, mert tudós. És aztán kiderült, hogy nem, hát valóban, mintha lenne egy kis tikje, de csak ez van neki, nem tudós mellé. Igen. Kurva jó karakter színész. Érdekes, és úgy is érdekes, hogy a Daryl például az eredeti képregényben nincs így benne. Ennyi részig. Hát pár rész volt az elején az övé, és ennyi. De nagyon jól átszabták egyébként a filmnek a forgatókönyvét. Pláne úgy, hogy mondjuk a Ricknek is megvan mindkét karja, és nem akarom akkor a képregény spoilerezni, de ott meg nem. Úgyhogy a kis kínai, hogy hívják? Jaj. Glenn. Na, például ő is meghalt már a képregényben, itt megviszik tovább. Tehát a Frank Darabont iszonyat nagyot alakít szerintem, és csak 8,7, hát majdnem Breaking Bad-es az IMDb szerint. No, következő kérdés, Cinkjocek, vagy Zinkjocek, nem tudom mi a törzsi neve. Hú, és akkor a Bansi, hát a... Ja, mindegy, nem tudod. Jó, lényegtelen. Zinkjocek, sziasztok, nem nagyon vág a profilotokba, de van a Vape42-nél V-mod button feeder. Kérdésem. Hasonló szerkezetek kaphatók-e Magyarországon? Sokat olvastam utána, és igazándiból csak ezt az egyet találtam. Véleményt is kérnék, ha lehet, bár eddig, amiket olvastam, illetve videót néztem, az mind dicséri. Valakinek észrevétele? Hát ugye egy hasonló készülékről tudok én is, ugye a Reónak volt az első ilyen készüléke, és a Reó a mai napig létező, és
a Soproni Véper találkozón járt is a kezembe, nagyon szép a mostani Reók. Hát azt egyébként nem nézted, ami de hát az is Reó volt, ami lent volt Mohácson, amit ugye a Salisszal adott oda a Clairvoy. Azt nem láttam, én Sopronban láttam a Reót, de érdekes volt, mert Oszi ott megtapogatta, meg nagyon belelkesült, aztán csak vagy nem sikerült velük dőlőre jutnia, vagy nem tudom miért nem tart Reót. De mindegy is, tehát ezt a bottom feedert lehet beszerezni. Nagyon tartós darab egyébként. Nagyon sokan szeretik, akik szeretik ezt a fajta készüléket. Engem ez a fröccsögő hangja. Nem, abszolút nem. Hát, nem fröccsög az. Hát akkor, nem nagyon, akkor nagyon megpumpáltad, de nekem amit fölnyomtam, és a fölösleg visszament. És aztán hallott egy ilyen... Nem. Nem tudom. Nem, soha nem volt. És egyébként, hogy, mert ugye ő azt kérdezte, hogy Magyarországon, hát hogy csak a V-modot tudnám igazából mondani az Oszinál, de hát én is csak azt mondanám, hogy vagy ott van a Reó, és nem csak egyfajta, mert van nekik féből, fémből, fából. Én a műanyagot láttam, az nagyon szép volt, és nagyon rendben volt. Hát nézd meg, akkor van neki egy Woodville sorozata, és azért mondom, hogy sorozata, mert a forma az ugyanaz, de itt a fa típusából adódóan mindegyik más, mert úgy mondom, hogy nem csak az erezet más, hanem a fa típusokkal is játszanak. És szerintem az a, hát ilyen 150-180 dollár között van, szerintem egyáltalán nem vészes. Van itt rózsafából, jatobából, vengéből. Én azt mondom egyébként, hogy nézegettem pont a minap egzotikus fa alapanyagokat, és tényleg ez az afrikai vonal, de hát iszonyat pénzeket kérnek, 50-60 ezer forint egy darab fáért, úgyhogy jó, meg kell gondolni. Ez a Reó szerintem jó választás. Visszatérve a Vémuthoz, az is egy iszonyatosan rendben lévő készülék. Én a Loloke tapasztalatait tudom elmondani, mert az övé járt a kezembe, ő megvette a kicsit már, hogy milyen abszolút, meg jó, meg ez, aztán meg sajnálta, hogy nem a nagyobbat vette meg, mert hogy ugye akkumulátor cserébe meg az bírja jobban, és oszinál teljes az alsó etetésű kazán kínálat hozzá, úgyhogy hibrid. Eszembe jutott, már csak nem akartam közbevágni, ott van még a Hog nevezetű button feeder is. Ki kell próbálni. Nekem, beszédes neve van. Igen. Mm-hmm. Nekem a Reó az, ami közel állna hozzám, hogyha választanom kéne. Ha meg a hazai kereskedőt a garancia miatt, akkor Vép 42, aztán V-mod XL mondjuk. Ennyi. Lőrinc István kérdezett, és ez az utolsó. Érdeklődnék, hogy szerintetek némely ecigis csoportban miért marják egymást a vaperek? És sok kérdője van. Mindenki beszorult egy kis trollvér. Én meg így visszakérdeznék, hogy miért ne. Tehát, és akkor így lehet a történelmen így végig menni. Tehát, hogy miért pont egy Facebook csoportban nem marnánk egymást, amikor egyébként az egész ország marjuk egymást, és annak idején 124 törzsödben a Kárpát-medencében mitől lenne itt béke? Na, szóval, és akkor ez elmondtam mindent. Ja. Mindent elmondtál, és szégyellem már előre is magamat azoknál, akik sokalják a 2 órát, de már megint 2 óra 3 perc. Most már 4-nél fogunk járni. Ajajajajaj. Utoljára az utolsó szójogát kérem. Jó, csak annyit mondanék, hogy akkor a videóba és a kultúrába berakjuk az épp aktuális
videókat. Itt volt ma mindenről szó a Femina cikkétől a Dakotákon át olvasói beszélgetésen keresztül minden volt itt, és még a kókuszzsír is szóba került, tehát... És vendégünk is volt. Egyetek hagymát Hungarian Onion. Aki nem tudja, mi ez, az keressen rá a YouTube-on. És akkor tiéd az utolsó szó joga. Miután az adás utánra esik a Nemzetközi Nőnap, ezért szeretnénk innen is minden Vaperinának, minden hölgyismerősünknek nagyon-nagyon boldog Nemzetközi Nőnapot kívánni, és megköszönni nekik azt, hogy a férfiak mellett álltak az élet szürke hétköznapjaiban és viharában, és segítették és bátorították őket, bár sajnos valamiért pont az én névnapokra tették a nőnapot. De ennyi. Tehát finoman téged is köszöntsünk föl a neved napján, ez a célosztás. Majd a következő adás, egyébként bődületes hiba, és akkor ezt most félreteszem, én is kívánom ugyanezt, tehát hármunk nevénben beszéltél, viszont igen. Mújó őrületes hibát vétettél múltkor. Megkreáltad a gőzlér szót. Igen. És elterjedt, mint a... Nem, ez nem volt hiba. A nők is, vagy ők, mint a vaperek és vaperinák, meg kell akkor alkotnod a gőzlér és a gőzlérnék, vagy mi? Gőzlérnő. Fú, az már nagyon nyakatekert. Hát a magyar nyelvtani szokások szerint ez így szokott lenni. Rendőr, rendőrnő, doktor, doktornő, gőzlér, gőzlérnő. Gőzlérnő. Így van. Jó, akkor most becsukjuk. Van, és a barátod, aki vépel, az a gőztársa. Igen, hát attól függ, hogy a fiatalabb, és egy szinglő, gőzlérlány. Jó, kezdünk elmenni. Kezdünk elmenni ez a kisbetűvel, nagybetűvel, a név elé, vagy a név mögé írjuk a doktort. Páráni, érted? Párafarkcsalogány. Jó, akkor zárjuk be a kaput, tegyük rá ki a zárvatáblát, és véssük rá krétával a Live Long and Prosper nevezetűt, azaz sok fordítása létezik, de hosszú és eredményes életet, ami ugye Leonard Nimoynak a filmvéri karakterét ikonikus mondata ikonikus volt, a Live Long and Prosper, úgyhogy ezzel is adózunk az emléke előtt, illetve kapcsolódik hozzánk, hiszen mi is tovább élünk, ha csak gőzlérkedünk. Akkor ez legyen szerintem az adás címe. Oké. Köszönöm, hogy 2 óra 7 percet eltöltöttetek velünk, és aki nem tudta használni a pauz gombot, az végighallgatta egyhuzamban. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Sziasztok!